Nem volnál az vezér. Aki szerelmes, az mindig a jövendőre gondos, elébb-utóbb arra vágyik, hogy valami csendes fészekbe félrehúzhassa magát. Igen, és ott boldogan élhessen, halhasson, és megvénülhessen másodmagával. Az mindig a holdvilágot nézi, és megborzat, ha megszólítják, és az megveti társait, s jobb akar lenni náluknál. Az ilyen kép mi közénk nem való. Látod, vezér, én soha se szerettem életemben senkit. Senkit, mondom, még csak magamat sem. És ezek a vad fickók itt körüled, mind úgy állnak itt, mint az ágról szakadt, kinek se apja, se anyja, sem felesége, sem szeretője. Az ilyen való tengerre. Az ilyen való tengeri rablónak, akinek ha a vihar ordít, a golyó süvölt, nem jut eszébe a csendes gunyhó és a szerelmetes leány. Nem számunkra termett ez a virág. Ma megölel, megcsókol, holnap megcsal és elárul. Egyszer jutott csak eszünkbe, hogy Párizsból egy hajó némbert szállítassunk magunknak. A Szálpetriéből válogattuk őket, legalább nem kellett attól tartanunk, hogy beléjük szeretünk. Hej, azt se tartottám sokáig. Ez a kalóz nép nem sokat szokott tréfálni. Ha megrőítik, nem üt, hanem gyilkol. Egy hónap alatt alig maradt egy-kettő belőlük. Az ilyen érzelmek erkölcstelenítik a kalózt. Tehát ti azt hiszitek, viszonzár Roberts, merően szemébe nézve a rablónak, hogy keményebb szívetek van, mint nekem, mert semmi sem világít rajta keresztül. Ezt alkalmatok lesz bebizonyítani rögtön. Figyeljetek rám! Az éjjel egy portugál kereskedelmi flottával fogunk találkozni a síktengeren, 42 kereskedőhajó, 2 erős hadigája kíséretében jő a Todos Los Santos szigetek felől. Pénzzel és áruneműekkel megrakottam. Ha akartok merényletet látni, mely csodálattal töltendél a félvilágot, gyertek velem. Tán csak nem állítod azt, hogy a 42 hajót el akarod foglalni, kérdezte Skyrim. Azt nem, hanem megtámadni azt, mely a leggazdagabb teherrel megrakodva jó, és ott az egész flotta és valamennyi hadihajó színe előtt elfoglalni, s mind a többi 41 hajó közül elhozni azt magunkkal. A rablók kétkedve tekintének Roberts arcába, nem tudva, hogy tréfál-e vagy komolyan beszél. Itt lesz alkalom megmutatni, kinek van helyén a szíve, mondta Roberts. 100 ember fog jutni mindegyikünkre, s módjából end egyenként mindenkinek minden percben egy olyan csodát követni el, hogy maga is elbámuljon rajta később. Kapitány, mondta Esperant hosszú gondolkozás után, ez határos a lehetetlenséggel. Egy perc előtt szíveitek keménységével dicsekedtetek mindannyian. Úgy látszik, Moody nem jól tolmácsolta érzelmeiteket, midőr azt mondta, hogy a kalóznak semmitől sem kell félni, s nem nézni a jövendőt, s ti akartok engem merészségre tanítani. Na menjetek, aki fél velem jönni közel a part, kiszállhat, s menjen anyjához haza. Én, ha harmad magammal maradok is, amit kimondtam, megteszem, mert én nem csak akkor tudok bátor lenni, ha rungtól vagyok ittas, miként ti, hanem akkor is, midőn arcom még kedvesem könnyétől nedves. A rablók megalázva húzódtak félre, megdöbbenve vezérük óriási vakmerősége előtt. Roberts észrevevé a nagy, de kedvetlen hatást, és buzdító jókedvel fordult újra feléjük. Hát aggódtok-e ti, midőn én elől megyek? Hát én azt mondanám ti nektek, jertek velem a tengerfenekére, rohanjuk meg a tengeristent, súzzuk ki szakálánál fogva a napvilágra, én elől megyek. Nem jönnétek velem? Hát ha azt mondanám, üzenjünk hadat a félvilágnak, s vitorlázzunk be a Temze torkolatába, és vessünk tüzet a Taerbe. Én elől megyek. Elmaradnátok-e? Ha azt mondanám, nyomorúság a földi harc, gyertek velem a pokolba, nem jönnétek-e oda is velem?
A rablók dühött lelkesüléssel ordítának fel. Veled megyünk! És kezeiket nyúlták Bertlemájnak, ki azokat sorban megrázta. Így, így, vén fiúk, így! Mi a szerencse fiai vagyunk, és a szerencse védistene a vakmerőknek. A tenger rabszolgánk, a vihar játszótársunk, örömünk a halál. Amire más gondolni sem mer, mi azt véghez visszük. Hurrá! Éjjen Roberts Bertlemy, ordítá az egész sereg süvegeit hányva a levegőbe. Az est leszállt, a kiskunyhóban kéz összetéve imádkozék három angyal, hogy az átkos szörnyeteg Roberts Bertlemyt, ki a tengeri utazóknak réme, az Isten süllyessze el a tenger fenekére. Az éj előjött, milliárd csillagaival nézte magát az ég a tenger tükrében. A látkörön 42 hajó tűnt elő, egymástól szabályos távolságnyira. Kedvező szelük van. A legénység nyugodtan alszik mindenütt. Az őrök az árbóc kosarakban ásítozva hirdetik, hogy egy vitorla közelít szemközt. A kapitányok megértik a tudósítást, és másik oldalra fordulva ismét elalszanak. A szemközt jövő hajó rövid ideig tétovázva végre egyenesen a középen álló hajók egyikének, a Tritonnak tart. A Triton kapitánya éppen nyugodtan alszik függő ágyában, midőn a hajós patron belép, és jelenti a közelgő hajót. Hát, tisztelegjetek neki! Szól ez morogva, és magára vonja paplanát. A szemközt jövő hajó erre megáll, egy deregje oldódik le róla, amelyben hat emberül, és erős evező nyomásokkal a Tritonhoz siet. A deregje senkit sem látszik nyugtalanítani, odaérve a férfiak közül három benne marad, másik három fölkapaszkodik a fedélzetre. Egy közülük a kapitány után kérdezősködik, kivel sietős beszédje van. Mutatják neki a kabint, melyben a kapitány alszik. Ez belép, a másik kettő az ajtóban marad. Mi a baj már ismét? Kiált fel bosszúsan a kapitány, kiemelkedve ágyából. Erre az idegen csendes hangon viszonzá. Egy szót sem, uram. Én Roberts Bertlemy vagyok. A kapitány megmerevült a borzalomtól. A kalóz nem szegzett mellének pisztolyt, nem fenyegette halállal, csak annyit mondott neki. Én Roberts Bertlemy vagyok. Mit akar ön? Kérdez fogvacogva. Ön ellen semmit, szólt a kalóz. Csupán egy kérdésemre kérek feleletet. Mondja meg ön nekem a 42 hajó közül, melyik van legbecsessebb teherrel megrakodva. Azt kérdi ön, melyik van legbecsessebb teherrel megrakodva? Ha ön lelkiismerete elleni dolognak tartaná egy kérdésemre válaszolni, akkor az ön hajóját viszem el magammal. Ha pedig becsületével összeférhetőnek találná engemet megcsalni hamis adatok közlése által, akkor bizonyos lehet ön róla, hogy vasat fog enni, és tengert fog inni rá. A kalóz határozott beszéde az ajtóban álló marcona arcok látása csak hamar határozatra bírták a kapitányt. Ígérte, hogy meg fogja a kérdéses hajót mutatni. Különben teljes reménye volt, hogyha a kalózok azt megmerik támadni, bizonyosan ők vesztenek rajta. Öltözzék fel ön, és jöjjön velünk, mondta Roberts. Hogyan? Én önnek hajójára? Nehogy elárulhasson ön bennünket, jelt adva a többi hajóknak. Semmi ellenvetés.
Nekem a legjobb hajót kell bírnom, ha azt nem akarja ön, hogy megelégedjem az ön hajójával. Előre! A kapitány engedett a kényszerítésnek, felvette ruháit, és a három rabló által közrefogva, anélkül, hogy saját embereit figyelmeztetni merné, követi a kalózokat a csónakba, mely a hajóhoz ismét visszavezet. A többi hajókról az alatt nyugodtan nézték, mint értekezik az idegen hajó a Tritonnal, és nem találtak az egészben semmi gyanakodásra méltót. Az elvitt kapitány a tengeri ördögre érve kimutatta Robertsnek azt a gáját, melyet az keresett, becsületére fogadva, hogy a legdrágább terhet viszi. Hanem azt elhallgatta, hogy ugyanazon hajó 40 ágyúval és 150 főnyi őrséggel van ellátva. A tengeri ördög rögtön megfordult, s a mutatott hajó felé kezdte farolni. Egy nagy három árbocos gája volt az, nehézkes alkattal, fölcifrázott orra, fedélzetének alkotása, talajzata egészen ódivatú kereskedelmi hajóra mutatott. A kalózhajó már olyan közel jutott hozzá, hogy a hangot át lehetett egyik hajóról a másikra hallani. A kalózhajón legmélyebb csend volt, a legények mozdulatlanul álltak vitorlaköteleik, evezőik vagy ágyúik mellett. Ekkor, midőn minden szem a mindig közelebb ért hajóra volt függesztve, melynek patronjai álmos közönösséggel várták a közeledő hajót, legkisebb rosszat sem sejtve, a foglyul hozott kapitány észrevevé, hogy senki se figyel rá, egyszerre felugrott a hajópárkányra, s teletorokkal átkiállta a másik hajóra. Fegyverre, legények! És azzal a vízbe veté magát, és sebesen visszaúszott hajójához. Mindez olyan gyorsan és oly véletlenül történt, hogy a kalózok első meglepetésükben nem tudták, hová legyenek. A megközelített hajó legénysége egy perc alatt fel volt lármázva a kapitány intő kiáltása által figyelmeztetett patronoktól, és a kalózok meglepetve látták meg egyszerre a túlnyomó erőt, mely ellenükben állott. Néhányan tétovázva tekintének egymásra, és szó esett, hogy meg kell fordítani a vitorlákat, és a lehető legrövidebb időn és lehető legrövidebb úton menekülni a vakmerően keresett veszélyből. Bertelemáj megvetően tekintele félvállról, és karját nyugodtan összefonta, és ezek csak portugálok, mondta gúnyos lenézéssel. A rablók fölkacagtak ez ötletre, és rögtön neki oldaltak a portugál hajónak, melynek védői annyira megvoltak lepetve egy kacagva közeledő rémcsoport láttára, hogy ágyúikat, fegyvereiket a legügyetlenebb modorban lövöldözték ki jobbra-balra minden irány nélkül, s még egy vitorlájában sem tettek kárt, a tengeri ördögnek midőn az már csákjáival belekapaszkodott. Egy perc múlva födözetükre ugráltak-e vakmerő ördögi alakok, veres öltözetük, marcona arcaik, csodás vakmerőségük elrémíti a megtámadottakat, nem tudták fegyvereiket használni, nem hallották vezéreik szavát, elhányták lőszereiket, és ugráltak a tengerbe. A harc egyre tartott a megtámadott hajón, melynek ágyúlövései fölriaszták a többi 42 hajót is, azok is elkezdtek jobbra-balra lövöldözni, azok csupa segélylövések voltak, harcba elegyedni egynek sem volt kedve. A kalóz ott az egész flotta közepet öldöste le a megtámadott portugálokat, kiknek fele elhult a harcban, míg kalóz csak kettő esett el. Bartolomáj urává lett a hajónak, és azt a tengeri ördög után köttetve bámulatos gyorsasággal kivitorlázott vele az egész flotta közül. Ekkor jött még csak elő a két hadihajó, melynek a flottát kell védeni, s üldözőbe vette a zsákmányával futásnak eredt kalózt.
Bertelemáj egy ideig engedi magát kergettetni, és amikor aztán a két sorhajót elég messze elcsalta maga után, egyszerre visszafordult, és embereit szétosztva a két hajóra szembe szállt üldözőivel. Azokat meglepni látszott-e vakmerőség, egy ideig tanakodtak magukban, utóbb visszafordíták vitorláikat, és míg a rablók kacagva várták, mi fog kisülni ügyetlen, esetlen oldalazó mozdulataikból, félbehagyták az üldözést, visszatértek többi hajóikhoz. A kalózok pedig nagy nyugodtan vitorláztak el a távol tengerbe rablott kincseikkel. A rablók vígan kötöttek ki Guyana partjain, volt pénz, 8000 arany moidores találtak az elfoglalt hajón tonnákba lerakva, egész fűzéreket keleti gyöngyökből, miket a brazíliai fejedelem küldött a portugál királynénak ajándékba, s ládákat megrakva drága szövetekkel, Dél-India legbecsesebb áruneműivel. És arra való volt-e a kalóznak a pénz, hogy aztán kamatra adja? A drága szövetek, hogy beüljön velük a boltba, és azokat rőv számra kimérje? Ó, nem. A rabló hite ez volt. Ittasnak lenni, míg az utolsó aranyban tart, s nem józanulni ki addig, míg az utolsó aranya van. Aki félretett valamit osztalékából az áruló volt, és aki el akart vonulni közülük pénzével, hogy becsületes emberré legyen, azt megölték. Jól ismerik a szárazföldön e hitét a kalóznak. A kalóz csak akkor szállt a szárazföldre, midőn pénze volt, midőn élvezni, kincseit mentül rövidebb idő alatt, mentül nagyobb gyönyör között elszórni kívánta. A tengeren reszkedtek előttük. A szárazon tárt karokkal fogadták, nem csak a hölgyek és asszonyságok, ó, még maguk a férjek is. Bizonyítványok vannak róla, hogy az ördög szigeteken, a Surinám folyamban még a főhivatalnokok, sőt maga a kormányzó is vetélkedtek a hozzájuk szállt kalózok iránti vendégszeretetük tanúsításában. Igaz ugyan, hogy 15 nap alatt 8000 aranyat költöttek el a rablók, és az egész város hölgyei az első dámától az utolsó szolgálóig Sejembe és Kasmírba lőnek öltöztetve, és a drága gyöngyfüzér, mely ő felsége a portugál királyné szép nyakát volt díszítendő, a kormányzó feleségének nyakát fonta körül, de volt is egyenvölgyön lakodalom. A gubernátor termeitől kezdve az utolsó csárdáig, a kalóz egyikből ki a másikba be, amott gavallér itt betyár, egész nap ivott, táncolt, verekedett és szerelmeskedett. 15 nap alatt nem volt vége a napnak sem az éjszakának. Egy folytonos mámor volt az gyönyörökkel felfokozva, egy tengere az élvezetnek, melynek nem lehet-e elérni a fenekét. Mikor aztán ki volt merítve mindegy gyönyör, mikor már nem volt a városban bor, melytől le ne részegültek, hölgy, akit ne öleltek, és szerető, akit meg nem vertek, és férj, akivel baráti poharat ne ittak volna, mikor tudnék az utolsó moidor is elgurult, akkor felültek hajóikra, a rablók kitörlék a mámort szemeikből, és szétnéztek új munka után. Hírt kaptak egy gazdagon terhelt brigantin felől, mely e partokhoz közeledék. Este felé meglátta a kormányos a hajót a távol láthatáron. Vigyázva, szólt Bertelemáj, ha észrevesz bennünket, ideje marad előlünk elfutni. A két gája itt marad Kennedy hadnagy vezérlete alatt. Bocsássátok el a szlúpot, 40 ember üljön bele, azok velem fognak jönni. Így gyanútlanul fogjuk megközelíthetni a brigantint. És ezzel maga is kiválogatott 40-et kalózai közöl, köztük Skyermit, az óriást, Scudamort, alkapitányát, Glasby Henryt, Esplantot, Moodyt és Simpsont, a nemes lordot. Ezekkel a távol tengerbe vágott.
Oly bizonyosnak hívé, miszerint a brigantint reggelre elfogja, hogy szokása ellenére még arról sem győződött meg elébb, hogy van-e a szlúpra elég élelmiszer felrakva. Az éj sötét volt. A szlúp egész éjjel folyvást repült a felvett irányban. Roberts várakozása szerint reggelre lőtávolságnyira kellett a brigantinhöz lenniük. És íme feljön a nap, széttekintének a láthatáron, és a brigantin nincs sehol. Lavíroznak jobbra-balra, az egész látkörön nem bírnak vitorlát fölfedezni. A brigantin bizonyosan észrevevé őket, s az éj oltalma alatt elfutott előlük. Bartolomé dühös volt, nem akart szégyennel visszatérni hajóihoz, és tovább üldözi a brigantint, majd erre, majd arra változtatva meg futását. 8 napig kószált alás fel a tengeren, folyvás dacolva ellenkező szelekkel és tengerárral. 8. napra elfogyott minden elesége, és kénytelen volt horgonyt vettetni, és szlúpja deregjéjét visszaküldeni a hajóihoz, melyektől már 30 mérföldnyire eltávozott, hogy számára onnan eleséget és segélyt hozzon. Bertelemá és társai a szlúpon maradtak, egyedül mozdulattanul a tengerfenekéhez kötve. A legszigorúbb számítás szerint 3 nap kellett a deregjének, hogy az elhagyott hajókhoz érjen, és ugyanannyi, hogy visszajöjjön. 6 napig kellett ím ezeknek a sík tenger színén egy ponton állaniuk. 1 hét előtt minden bőségben úsztak, a bor patakban folyt előttük. Most az égető nap alatt osztoztak az utolsó falat száraz kétszersültön, és epettek egy italvízért. Végre Bertelemé azt találta ki, hogy árbocs gerendákból összekötöztetett egy tutajt, és 2 embert elküldött rajta egy hordóval a partot keresni. A végeltikkadás órájában érkezett vissza a tutaj, a küldöttek csak ugyan partot találtak, s megtölték a hordót valami mocsárvízzel, és hoztak egy nyaláb retekfajta növényt. Mocsárvíz és retek. Fejedelmi lakoma volt ez a kalózoknak. De nem sokára ez is elfogyott. És már 6. nap is elmúlt, a deregje mégse jött vissza, s a tutajnak lehetetlen volt a tenger ellenkező zajlása miatt másodszor a parthoz közelíteni. A kalózok kétségbe voltak esve, és zúgolódni kezdettek. Haszontalan fickók, mondta dörmögve Woody, elkorcsosult kalózok, kiket még az éjség is legyőz, pedig még csak 3 nap óta koplaltok. Veszni indult a világ. Még a kalózok is gyávák. Bezzeg, nem ilyenek voltak az én időmben, mikor még én fiatal voltam, amikor Olenaisz volt a kapitány. 1 hétig nem ettünk egyebet száraz gyökereknél, s akkor Veracruz kellő közepéből hoztunk magunknak ennivalót, a kormányzó asztaláról. És ti a száraz földön is mertetek harcolni, kérdé Esplent hihetetlen arccal. Bizony, nem is ingadozott a talpunk alatt a föld, mint a tiétek alatt, ha a partra léptek. Egyszer Olenaisz vezérlete alatt 20 magunkkal egész Havanna kapujáig hatoltunk. Nem hallottam hírét, hogy valaha elfoglaltátok volna azt a várost. Hát bizony, kicsinyben múlt. Szerencsére a kormányzó hírt vett róla, hogy így kevesen támadtuk meg városát, mielőtt kezünket torkára tehettük volna. S ti aztán bölcsen visszamentetek, amerről jöttetek. Hát könnyű arról most beszélni. 200 katonát küldött utánunk a kormányzó egy hadihajóval, mi csak 2 csónakkal voltunk. Egyúttal a hóhért is elküldé utánunk, hogy ahol elcsípnek bennünket a part melletti fákra, sorba fölaggasson. Ti aztán szépen elkerültétek őket. Bevártuk őket,
Amikor jó messzire elcsaltuk őket Havannától, én is még egy másik hozzám hasonló ördög, aki nem vénült meg, miként én. A csónakokról a vízbe bocsátkozánk, s fúróinkkal a hajó alá úszó annak fenekét 8 helyen kiukasztók. Hey, hogy merült el egyszerre az üldöző gája? Hogy ordítottak segítség után a katonák, hogy evickéltek a vízben könyörgő kezeiket feltartva? Ekkor Olanajsz visszafordult a csónakokkal, s amint a katonák fejei kilátszottak a vízből, egy nagy pallossal egyenként leütögette őket, mind. Csupán a hóhért hagyta meg közülük, kinek fejét megismeri a veres sipkáról, és azt visszaküldi a kormányzóhoz, nyájasan köszöntetve, hogy neki nincsen szüksége hóhérre. Deréklegény volt ez a te kapitányod, Moody. Vajon hol dicsőült meg? Különös vége lett neki. Legfeljebb is felakasztották. Sokkal különösebb. Egy csatában a vadindiánokkal sebet kapott, és elfogatott. A gazemberek ruhástul együtt megették szegényt. Deregje! Kiállta a kormányos e pillanatban, és egyszerre mindenki odahagyta a vén kalózt meséivel együtt, hogy az érkező deregje felé tekintsen. Rögtön ráismerének, s felszedve horgonyaikat, kifeszített vitorlákkal repültek az érkezőkkel szemben. A szlóp legényei, megismerve a deregén ülőket, hurrá kiáltással lebegtették fövegeiket, míg amazok szótlanul ültek padjaikon, mintha nem találnának annyi okot az örömre a viszontlátásban, mint társaik. Skyermi volt a deregje vezetője, és amint a szlóphoz ért, levert, bosszús arccal lépett át annak karzatára, és a hajósok minden oldalról támadó kérdéseire hoztál, rumot, húst, kétszer sültet, bosszúsan felele semmit, és még azok elbámulva néztek rá felelet után, Skyermi reszkető ajakkal fordult Bartelemájhoz. Kapitány, meg vagyunk csalva, elárulva, semmivé téve. Mit beszélsz? Mindkét hajó, melyet Kennedyre bíztál, eltűnt. Elhagyott bennünket. Lehetetlen. Úgy van. 2 nap kerestük őket, hírük se volt sehol. Ott járók elő halászoktól tudtuk meg, hogy amint bennünket elvesztének szem elől, minden vitorlát felhúztak, és a tengerre szálltak. A düh és kétségbesés vad ordítása hangzék fel e szavakra. A megcsalatott társak égnek emelt késeikre esküvének 100 halált az árulók fejére. Bartelemáj fehér volt, mint a fal. Találkozni fogunk velük, mondta reket hangon. 1 percig sincs idő tétovázni. Előre, fiúk! Skyermi tétovázva kérdezi, hová? A tengerre, szólt büszkén előre utalva Roberts. Igen, de így? Egy falat kenyér, egy ital víz nélkül? A legelső hajó hozni fog számunkra mindkettőt. Jaj annak, amelyikkel legelőbb találkozunk, ördögökkel fog küzdeni, akik szomjaznak. Szomjaznak vizet és embervért. De hát, ha napokig nem találkozunk senkivel. 40-en vagyunk. Ha 2 napig zsákmányt nem kapunk, akkor tengerész ebédet adunk egymásnak, akire sor fog esni, annak vére ital, teste eleden lesz a többinek. 40 napig van eleségünk, az utolsók örököljék a bosszúállást. Előre! A kalózok vadordítása széthangzott a néma vizek felett, amint merészen nekivágtak a magas tengernek. Még aznap szemben találtak 2 jól fegyverzett szlúpot, melyek Dézea sziget felől jöttek. A rablók vizet és embervért szomjaztak, ihattak mind a kettőt, dühös védelem után elfoglalták a 2 szlúpot.
nem tartottak meg egyebet róluk, mint az élelmiszereket és az ágyukat. A hajókat elsüllyezték. Több napig járták ismét keresztül kasul a tengert, anélkül, hogy valamit foghattak volna. Tápszereik ismét elfogytak, s amint az utolsó adag vizet felozták maguk között, akkor sejtének meg egy bristoli gályát a láthatáron. Utána rögtön. A bristoli hajó futni akart előlük. Egész nap üldözték, annyi vitorlát felhúztak a szlúp árbócára, hogy az néha keresztül csapott a vízbe, de este felé elfogták a nehézkes anyányi gáját, mely látva, hogy nem menekülhet tovább, megadta magát minden védelem nélkül. A kalózokat kiizzaszta az egész napi erőfeszített üldözés, és arcaikon nem egy fenyegető vonását lehet-e látni azon vágynak, hogy bosszújok hevért az üldözöttekkel vetessenek tengeri fürdőt. Bertelemáj a födélzetre kapaszkodott, hol a hajós legénység kalaplevéve várta. Hol a kapitánytok? Förmedett reájuk. Leghátul állt a jámbor, nem volt nagyra vágyó, onnan kellett előhúzni, s amikor Bertelemáj elé hozták, ottan térdre esett. Kelj fel, ne térdelj! Emeljétek fel, hogy egyenesen álljon! Két kalóznak kellett a kapitányt erőszakkal fölemelni térdeiről, aki miután látta, hogy a földön nem engedik térdelni, fölemelte lábait, s a levegőben térdelt. A kalózok dühe egyszerre nevetésre vált. Mivel van a hajód megrakva, kiállta rá Roberts. A megszólított szépen kérte, hogy bocsássák el, mert nem tud beszélni, ha fogják, és azzal nagy remegve kivallá, hogy hajója spanyol borokat szállít. E szavad megment, mondta Bartolomé, míg a rablók ujjongva hajíták fel a levegőbe a kapitányt, mint egy labdát, és azzal szétfutottak a hajó üregébe, nem sokára ketten-hárman hengerítve fel roppant nagy vasabroncsos hordókat. A szegény kapitány ott állt nagy szomorúan, s a rablóknak, kik kötekedve kérdezgették tőle borainak nevét, ketté tört szájjal felele nagyokat sóhajtva. Malaga. Szegény ember legaggodalmasabban pislogott a hajónak egy elrekesztett része felé, s a rablók észrevették aggodalmát, föltörték a rekeszt, fölfedezve a gondosan rejtegetett szervelat kolbászokat, s úgy tértek vissza azokat füzérenként akasztva nyakukba, mint valami igaz gyöngyöt. A kapitány nagy nyalánk volt, konyháját a legfinomabb ételekkel látta el, és jó mennyiségben. Ketrecei kappanokkal és kalekuti pulykákkal voltak tele, miket dióval hízlaltak, hogy húsok jobb ízű legyen. A gonosztevőke szép állatokat mindegy lábig előhordták. Hol a bormé? Kiáltozának. Eret vágni! És előtuszkolták Scudamort, hogy becses sebészi műszereit a kappannyaknak amputálásában gyakorolja. Scudamore gyönyörködve koppantgatá el a rikoltozó madarak fejeit, miket a bristoli kapitány egyenként látszott megsiratni, és amikor a legutolsóval készen volt, egyszerre megkapta a sóhajtozó tengerész üstökét, metszőkését, gégéjére téve, és baromfiai sorsára juttatja szegényt, ha Skyermi elég jókor oldalba nem üti úgy, hogy hanyat esék. Azt hittem, hogy most meg ezek fognak következni, szólt ördögén kacagva az orvos. A kalózok ezalatt hozzáfogtak a baromfiak koppasztásához, azokat jól-rosszul felapríták, Scudamore segítsége nélkül, ki minden pokolra esküdött, hogy ő nem barmokat, hanem embereket metélni szegődött. A drága sok szép pulykát aztán belehányták három nagy rézüstbe, megfűszerezték jól fehérborssal, fokhagymával és nyers kabeljauval, és tüzet raktak alá. Ó, a barmok, sóhajta fel a bristoli kapitány, kabeljaut tesznek a pulyka hús közé. Amint félig megfőtt a bográcsos eledel, körülülték késeikkel kotorászva benne.
A jámbor kapitányt is odaültették maguk közé, és kínálgaták, hogy egyék. A szegény nekiült, s látva, hogy már ezeket az áldozatul esett állatokat úgyse menteti meg. Legalább megvolt benne a dicséretes törekvés, hogy három ember részét kiegye belőlük. Ebéd végeztével előhordták a semmire kellők a kapitány befőtt gyümölcseit, amiket ő szépen lekötve hólyaggal eltett saját használatára, és azokat ott szemelátára fölbontván megették. A nyers füstölt húshoz szokott gazemberek marokkal ették a drága pisztáciákat, a befőtt ananást, kandírozott batatát, és még azt mondták nagy fitymálva, hogy jobb annál a veres hagyma. És hogy itták ama felséges borokat? Tánam a kis szűknyakú üvegekből, miket az ilyen borokhoz használni szokás, nem. Beütötték a hordófenekét, s kalappal merítettek belőle, vagy a csap alá tarták torkukat, s föl nem keltek addig, míg aztán föl sem kelhettek. És amilyen szélesen folyt torkukba a bor, olyan szélesen folyt torkukból a dal, a legvadabb tivornya bőgés, melyhez valaha zsiványok csinálták a szöveget, a bristoli kapitánynak is innia kellett saját boraiból, ki mentül többet ivott, annál erősebben kezdte hinni, hogy ő maga a rablóvezér, ki egy hajót elfogott és kirabolt, s kínálta a rablókat, hogy akasszák föl egymást egészen ellenkezőleg Scudamore-ral, aki a borhatás alatt valami becsületes embernek képzelte magát, aki rablókat fogott, amiből az lett, hogy az orvos és a bristoli kapitány összevesztek, és jól eldöngették egymást, s a kapitány erősebb levén Scudamore-nak két kiütött foga bánta meg a tréfát. Ezzel amaz diadalmasan ült a rablók közé, és versenyt dalolván velük, oly entuziazmusra ragadta őket, hogy Skyermi felugorva helyéből egy egész borrá vált tengerre esküvék, hogy akkora pohárból fog a bristoli kapitány egészségére toastot inni, amekkorából még nem ivott senki. Meg is tartá a szavát, elé hozatván egy tízakós hordót tele malváziai borral, annak beüté fenekét, s aztán beleállt, úgy ivott belőle a kapitány egészségére, ki majd hanyat dűlt nevettében, rettenetesen mulatságosnak talál, vagy valaki benne üljön a pohárban, melyből iszik, nem félve attól, hogy letalálja magát nyelni. Három nap és éjjel folyt szakadatlanul a dorbézolás az elfoglalt hajón. Harmadnap összeülelkeztek a részeg rablók a részeg kapitánnyal, és még néhány hordó bort átszállítva saját szlópjukra emlékül útnak eresztették, elbúcsúzva tőle szívére kötvén, hogyha Barbadosba ér, utasítson hozzájuk egy pár gazdag kereskedő hajót, amire éppen szükségük van. A bristoli kapitány azonban, mire Barbadosba ért, kialudta mámorát, és eszébe jutottak legyilkolt tyúkjai, mint szintén a boraiban véghez vitt pusztítás, és gondolta, hogy majd küldő egy pár mulatságos hajót a kalózok számára, ígéretéhez képest. Rögtön felkeresi a kormányzót, elmondá neki balesetét, és annyira vette, hogy ez hadihajók hiányában rögtön felszerelt egy kereskedelmi gáját 24, s egy szlúpot 10 ágyúval, és azokat Rogers és Graves kapitányok alatt a vakmerő rablók után küldékik nyíltan ott cirkáltak a kikötő előtt. Ezek még akkor is mámorosak voltak, még tartott nekik a borban, s amint meglátták a közeledő hajókat, prédának tekinték, és ellenük fordultak. A gája és a szlúp közel hagyták őket jön, és a kalózok első ágyúlövéseire nem feleltek. Ez még merészebbekké tevé őket, s átkiáltva hozzájuk, hogy zászlóikat eresszék le és adják meg magukat, egészen közel húzódtak ellenfeleikhez, és azok hallgattak csendesen. Azon pillanatban, midőn a kalózok csákjáikat kiveték,
hogy a gályába kapaszkodjanak, egyszerűen megdördültek annak ágyú telepei, és a rablók könnyű préda helyett félelmes ellenséget láttak maguk előtt, ki két oldalról rémséges ordítással rohant reájuk. A veszély egyszerre kiózanítá a rablókat. Elhallgatott az eddigi vad össze-vissza kiabálás, és csak Bartolomeus szava hallatszik ki, a legnagyobb veszély percében érezte magát mindig legerősebbnek. A legvadabb keresztűz közepet megfordítatta vitorláit, és védte magát mindkét megtámadója ellen, s amint egy jól irányzott lövéssel egy percre zavart idézett elő az ellenfél egyik hajójában, azon perc elég volt neki arra, hogy ennek elébe kerülve a két hajó közül kimeneküljön. Erre rögtön minden vitorláját fölvonatta, és futott üldözői után. Jó két vitorlás volt mind a kettő. Robertsnek lehetetlen volt előlük megmenekülni. Az ágyútüzelés egyre tartott. A kalózhajó menekülve védte magát, a másik kettő hol innen, hol amonnan iparkodott eléje kerülni, nem tágítva tőle, ekkor egyszerre elhallgattak a kalózok ágyúi. Roberts a tengerbe hányatta azokat. A kalóz szlóp rögtön megkönnyült legnagyobb terhétől, és azon pillanatban, midőn ellenei azt hitték, hogy menthetetlenül el van veszve, oly könnyen és oly sebesen, mint a sirály kirepült közülük, a szélnek adta minden vitorláját, és megszabadult. Üldözői mindig hátrább maradtak tőle. Végre egészen felhagytak a kergetéssel, és visszatértek a kikötőbe. Mint a megkergetett darázs repült a kalózhajó Newfoundland felé, 22 hajó volt az ottani kikötőben, a kalózoknál nem volt sem ágyú, sem lőpor, csak dű és kés. Amint a kikötőbe értek, megütötték a dobot, megfúgták trombitáikat, felhúzták a fekete zászlókat, s mind a 22 hajó legénysége a partra futott előlük. A kalózok kiválasztották a legjobb hajót maguknak, a többit kirablák és felgyújtották. A barbadosi lecke még égett lelkeikben, lángokat kellett neki valahol szerezni, amíg ennek emléke tartott, nem menekült meg előlük senki, kivált, ha barbadosi hajó került kezeikre, annak még az egereit is megölték. A szerencse fordult, Roberts ismét fölül került. Volt kincs, volt hír minden napra. Adófizetője volt minden tenger. Utóbb a hajókról nem vett el egyebet, mint a készpénzt, és azok nem is védték magukat ellene. Pompás hajójával, amelynek orrára a szerencse istenasszonyának aranyos jelképe volt kifaragva, sorra járta a kikötőket, az ott talált hajókra kivetette az adót, azok lefizették szépen, sőt, ha hinni lehet a hírnek, még biztosító leveleket is lehetne nála váltani előre. A minden országbeli kormányok megtilták alattvalóiknak a kalózok számára élelmiszereket szolgáltatni. Azon is könnyű volt segíteni. Az angol telepítvényekről rendes időszakonként Afrikába élelmiszereket szállító hajók indultak el, úgy intézve a dolgot, hogy a kalózokkal összetalálkozzanak. Egyet-kettőt lövettek magukra, és azzal erőt hagytak magukon venni, és átadták az egész terhet. A rablók igen jól fizettek. Egyszer Drusája, Szent Bartolomeus kikötőjében szállt meg a kalóz, és kiszállt mulatni egész népségével. A lakosok kivilágíták városukat, a kormányzó török muzsikával ment eléjük, és tűzijátékot rendezett tiszteletükre, és az asszonyságok bált adtak kedvükért. A rablók tudtak mulatni. Igaz, hogy náluk a táncvigalom orgiával szokott végződni, és az orgia verekedéssel, de a szép asszonyságok éppen olyan kevéssé irtóztak a csóktól, mint a bevert fejektől,
mert hiszen a rablók szórták az aranyat. A kalózok gavallérok voltak, sejemruha, aranycsipke, tollas feveg volt rajtuk. Zsekbeikből 2-3 aranyóra láncolódott el, és ujjaikon gyémánt és karbonkolos villogott. Igaz olyan, hogy a csipkék rummal és pálinkával voltak parfümözve, és a szép tevő szájából omlott a hagyma és dohányillat. Az is igaz, hogy az aranyórák mellé pisztolyok és kések voltak dugdosva, amikről még a vér se volt letörölve, és a gyémántos kezek feketék voltak a puskaporlánktól. De a jóasszonyságok mindettől nem irtózának, mert tudták azt a szokását a kalóznak, hogy az addig el nem megy onnan, ahová kiszállt, míg egy gyűrűt érez az ujján és egy órát a zsebében. Nem hízelkedett a rabló semmiért, fizetett mindent készpénzzel, és amilyen teleszájjal káromkodott, olyan telemarokkal szórta az aranyat. Mit csodálni való van rajta, ha a kormányzók ilyenkor eltévesztették az ajtót, és akiket az akasztófához kellett volna vezetniük, asztalaikhoz ültették. A Szent Kristófi kormányzó el akarta Bartolomeit kergetni a kikötőjéből, és mit nyert vele? Ez elégette a hajóit, meglövöldözte a városát. A Szent Bertalani okosabb volt, bemutatta a kalózvezért a feleségének, és gazdag ember lett belőle. Valahány ház, annyi szokás. Nálunk azt mondanák rá az emberek, hogy az nagyon furcsa. Szép kreol nő volt a kormányzó felesége, szemei tüzével ki tudta égetni az emberből a szívet, és kiszívni a lelket piros ajkaival. Arcán halovány volt az epedés színe, de a szenvedélynapja kisütött rá. Fokonként tért meg arra a vérragyogás, előbb mosolygó rózsaszín, majd derülő hajnal, utóbb égő bíbor. Ó, e színek változatát látni, és azt okozni és élvezni, ez az őrültség iskolája. Mindenkit elragadt ez őrültség, kivéve a férjet magát, de senkit sem annyira, mint a kalóz királyt, Bartolomeit. A férje egy derék kövér ember, ott ült a lakom alatt Bartolomei mellett, átellenben ült vele a kreol asszony. Roberts ittas volt bortól és szerelemtől. Nézd ezt a nőt! Szólt a férnek, elkezdve neki saját feleségét dicsérni. Ilyen arc, ilyen szemek, ez a méltóságos termet. Egy szökevény istennő, ki elhagyta Paphoszi templomát, hogy Kelet-Indiába jöjjön. Nézd, nézd most a szemeket, hogy felénk villámlanak. A mi szükség napra, a csillagokra, amidőn ezek világítanak. A férj azonban nem igen nézett oda. Sokkal bölcsebb dolognak találta ennél szemeit behunyni, és úgy tenni, mint aki alszik. Roberts megrázta a gallérát az ittas alvónak. Miért nem vagy ellenségem? Miért nem találkozom veled a tengeren, hogy akkor megölhetnélek? Királlyá tenném magamat, hogy őt királynévá tehessem. A férj sem látott, sem hallotta, mint Roberts eleresztik gallérát, ismét visszaesett székébe, és elbólintott. Körül vad dana és pohárcsörgés hangzott. A rablók mindegyike akadt már párjára, s a női kacagás csevegés között bátran dörgött a kalóz káromkodása, mint valami igen erős neme a gyöngétségnek, s néha egy-egy tréfás fiú azzal mulattatá környezőit, hogy pisztolyait kilövöldözte a szobában. Roberts égő reszketéssel nyújtá poharát a kreol hölgynek. Az kívá azt a kalóz király egészségére az utolsó cseppig, s midőn levette ajkairól, a kalóz már a lábainál térdelt. Szép gömbölyű nyaka volt a kreolnőnek, a kalózt bántá az a gondolat, hogy a szép nyakat semmi ék nem fogja körül,
s levette saját nyakából a 10 000 dollárt érő gyémántláncot, és azt hölgyére csatolta. Tehette ezt anélkül, hogy a hölgy fejét kebléhez ne szorítsa. S ha már odaszorította, ugyan ki kívánhatná tőle, hogy meg is ne csókolta volna. A rablók mind oda néztek, és olyan hurrát ordítottak rá, hogy a boltozat rengedbeles ökleikkel doboltak az asztalon, és szalvékat lőttek pisztollyal. A férj aludt, mint a tök. Bartolomé odahajtá fejét a hölgyölébe, a kreolné ujjai játszottak a kalóz fürtejével, Roberts átölelte annak karcsú derekát. Jer velem, én elrabollak, suttogá neki hevesen. Megveszlek férjettől, adok 1 milliót, érted? Ha kell neki egy egész flotta, százával hajtom ide a hajókat, mint egy nyáj juhot. Jer velem, elveszem az ördögtől a poklot, és azt változtatom paradicsommá számodra, elhalmozlak kincsekkel, elhalmozlak gyönyörrel, jár velem! A kreolnő szerelemittassan hajolt a kalóz vállára, és engedi magát őrült öleléssel szorítni annak kebelére. Robert szép, bátor és életteljes ifjú volt, és a férj aludt csendesen. Így, így, kapitány, kiállta Moody, aki egy szegletben ült pipázva, s körül rakva kívott palackokkal. Így szeretlek. Itt ki a gyönyör poharát, fenékig, és aztán vágd a falhoz. Eperzben hírnök lépett be sürgönyököt hozva a kormányzó számára. A kalózok szóhoz se engedik jönni a fickót. Fel ne ébreszt! Nem látod, hogy milyen édes deden alszik? Jobb lesz, így áll! Ha, ha, ha. A hírnök 3 perc alatt tökéletesen részeg volt, és amint a kormányzó nejét Bartolomé mellett látta ülni bizodalmas, szerelmes suttogásban, részegember eszejárásával odavitte Bartolomé-nak a sürgönyöket, hogy ő olvassa el. A kalóz elébb a földhöz akarta vágni az iratot, midőn annak borítékjára tekintve e szót olvasa annak keletén, Hispaniola. Robert arca egyszerre elkomorult, hevesen felszakítá a sürgönyt, és amint olvasni kezdé, szemei elmerevültek, arca elsápadt, keble elszorult. Uram, szólt a levél. A Szent Domingói fekete rabszolgák e napokban fellázadtak, megrohanták a védtelen gyapot ültetvényeket, és azokat parthosszant fölégették, elpusztíták, az ültetvényeseket irgalom nélkül legyilkolák, nem kímélve férfit és nőt, aggot és gyermeket. Hispaniola északi partján egyetlen kunyhó sincsen többé. Roberts arcán a hideg veríték folyt végig. Szemei mereven néztek maga elé, ujjai görcsösen törték össze az elolvasott levelet, azzal egyszerre felugrott helyéről a nyakán függő kreolnőt eltaszítá magától, s olyat vágott öklével az asztal, hogy a kalózok mind elhallgattak egyszerre, és meglepetve néztek rá. Vége a vigalomnak, ordítá Roberts irtózatos hangon. El a hajóra rögtön! Szakítsátok ketté a gyönyört, és jertek a harcba! A rablók még mindig nem bírtak magukhoz térni bámulásukból. A kreolnő csábító arccal, élvetek tekintettel simult közel a kalóz vezérhez, és annak kezét megragadva égő ajkaihoz szorítá. Bartolomé Moodyt kereste szemeivel, a vérrabló sokat ivott, de egészen józan volt. Azt mondád, szólt Roberts, hogy ürítsem ki a gyönyör poharát,
aztán törjem össze. Én összetöröm azt, mielőtt ajkaim ízlelték volna. És azzal kirántá kezét a kreolnő kezeiből, s kardját kivonva kiállta. Előre, Hispaniola partjaira! A rablók, elragadtatva vezérük lelki hatalmától, irtózatos hurrát kiáltának neki, s poharaikat elhajítva, s hölgyeiket lerázva nyakukról ittas lelkesüléssel tolongtak utána a széttépett gyönyör karjai közül, a tengeri vihar küzdelmei közé. A hajó kikötött Hispaniola partján. Rovers egy egész nép kincseit ígérte kalózainak, csak e nép vérét kérte magának. A kikötőben egy hajót sem talált, csupán néhány halászbárka lappangott itt-amott. Ezek tulajdonosai beszélték, hogy a fellázott rabszolgák a partvidéket elpusztítva tömegestül a sziget belsejébe vonultak. Rovers partra szállt, s futott, mint egy őrült, az ismerős kunyhótája felé. Már látta a dombot, mely a kisvölgyet elfedi előtte, lassan szívdobogva folytatá lépteit, mint a félne meglátni szemeivel azt, amit lelkével már lát, és csendesen felment a dombra. Edomról lehetett lelátni éppen az ő kunyhójára. Edomban hagyta el legutoljára kedvesét, itt mondás neki zokogva, vigy el engemet magaddal, itt jóslál meg neki, hogy egykor jönni fogsz haza, és kérdeni fogod, hol menyasszonyod, miért nem jő eléd, hogy kebledre hújjon. A rabló szíve elszorult, még egy lépés, most a dombtetőn áll. Egy vén szomorú fűz eltakarja előle a kilátást, annak ágait félrehajtja, és a völgybe alánéz. Puszta a völgy, letarolt mezők sárgulnak a zöldültetvény helyén, s ahol a kis nyugalmas gunyhó feküdt, csak egy fekete folt sötétlik. Szótlanul állt ott a rabló. Szemei mozdulatlanul néztek oda, egy sóhaj nem jött ki ajkán. Mintha meg volna halva, lerogyott, arca elbukott a fűben, szívedobogása megszűnt. Tán ott aludt volna el örökre, ha bántó álmai nem jönnek, ha végig nem kellett volna álmodni a rémes, véres jeleneteket, mint rohan vad ordítással a vérszomjú ördögi had a csendes, magányos lakra, mint térdel benne egy szobában a három lány és a vén anya, most fölhajítják a házfödőre a kanócot, az ajtót kővel betörik, ajtón ablakon át berohan a gyilkos fajzat, megragadják hajaiknál fogva áldozataikat, azt az ősz zilált hajat, a szegény öreg anyáét, azt a holló feketét, azt az annyiszor összecsókoltat, az imádott menyasszonyét. Ha sírban aludt volna, ilyen álomra ott is föl kellett volna ébrednie. Új, ordítá a kalóz, felugorva ágyutából, mint ki a halálkínos kísértett nyomás szakaszt le szívéről, s vadul dobogó kebellel tekinte körül szemeit törölve s homlokáról az izzadságot. Jó, hogy csak álom volt, rebegé magához térve. Egy tekintet a völgyben megmutatá, hogy ez valóság, nem álom. Örjöngve szökött fel fektéből, s kétségbesve rohant le a völgybe a gunyhó romjaihoz. Kedvesei nevét kiáltozá, fölhányta a hamvakat, az üszköket, mintha ott akarná őket találni. Körülnyargalta a tájat, vizsgálva az iszabban meglátszó lábnyomok közt, hogy nem találja-e köztük kedveseiét is. Csupa négernyomok voltak, dulakodó emberbarmok lábnyomai, sehol, sehol a kedves tündérpicin lábacskák helye. El voltak veszve ők. Csak egy küszöb állt még az ősi kunyhóból, korommá égve. A rabló azt átölelte, megcsókolá, és érzi, hogy szemei elhomályosodnak a könyvtől. Ó,
kiállta föl, kitörölve szemeiből a könnyet. Nem vizet a tűzre, nem, hanem olajat. Nem sírni most, hanem bosszút állani. A rabló siralma, vérontás. Bosszút állok az emberiségen, bosszút a világon, te érted, meggyilkolt családom. Ne adj nekem több nyugalmat, föld! Váljék a pohár ürömmé ajkaim előtt, és gyűlölté szívembe minden indulat. Egy örömem volt, egy nyugalmas eszméje lelkemnek, erre gondolék mindannyiszor, minden könyörgő embereket láttam előttem térdepelni, és megkegyelmeztem nekik. Ez öröm, e gondolat ki van tépve a szívemből örökre, nincsen irgalom többé senkinek. Halld meg átkomat, pokol, és rendülj meg bele. Íme e marék hamv, melyet meggyilkolt családom porából fejemre szórok, ahány porszeme van e fekete hamvnak, annyi fekete ördögöt küldök én te neked. A rabló átkozva vágta fel az égre a felkapott hamvat, mely onnan fejére permetezett vissza, s amint elhangzott az átok lerogyott térdére, s megcsókolá küszöböt, és zokogott csendesen. Én Istenem! Én Istenem, én Uram! Ha büntetni akartál engemet, miért nem sújtál a kősziklához tengerviharodban? Miért nem veszítél el éjség fegyver által? Miért nem juttattál vérpadra? Miért engedted meg, hogy az én vétkemért a te angyalait bűnhődjenek? A rabló zokogott keservesen, a megátkozott hamv csendesen szállongott vissza a fejére. Az erdőből kivezető úton egy utas jött összvérét hajtva maga előtt. Bartolomei útját állta, az ember megijedt a zord alaktól, és vétszentjeit kezdte emlegetni. Honnan jössz? Kérdé tőle a kalóz. La Vegából. Jó hírt hozok, a lázadók legyőzettek, a part hosszában fel is vannak már akasztva. Rossz hírt hoztál nekem. Egy sem menekült meg belőlük. Néhány százan egy elfoglalt hajóra ültek, s elfutottak Afrika felé. Köszönöm. Mehetsz utadra. A hírmondó fejcsóválva távozott, nem érthette, miért búsoljon valaki afelett, hogy a lázadók le vannak győzve, s mit örül, hogy egy csomó megszabadult belőlük. Mi lett, kapitány? Kérdé Moody a hajóhoz visszatérő Bartolomeit. Arcot sápadt, mint a halotté. Semmi. Viszonzás tompán. Csak a szív volt benne meghalva. A rablók nem kérdezősködtek tovább, tudtak mindent. Valahányszor egy eltávozott közülük messziről kémek kísérték, ezek látták Bartolomeit a feldúlt ház romjain kétségbe esve, s mind félelmes hallgatással vonultak félre a sápadt arcú ember elől. Roberts kabinjába zárkózott, és egy térképet vőn elő, figyelmesen látszott azon az Afrikába vezető utat vizsgálni, arca sötét volt, de a szemei villogtak olykor. Egyszer kopogtatást hall ajtaján, haragosan fölnyitja, az kiháborgat most. Én, kapitány, felelt Scudamore, ítéletedre van szükség. Távozzál! Jöjj holnap! Ma nem fogok kegyelmet osztogatni. Nem is kegyosztásra hívlak.
hanem törvénytételre. Három fickó, használva azon időt, midőn társaink partra szállva elittasodtak, megszökött tőlünk, és a sziget belsejébe akart menekülni. De én nyitott szemekkel alszom, s csak két szemem van, de mind a 100 fickót fogom vele. Engem is, nem de? Nincs különben, kapitány. Nekünk szükségünk van egymásra. Aki minket el akar hagyni, az áruló. Nekünk nem kell megengednünk, hogy legyen út hátra lépni. Csak előre. Aki hozzánk esküdött, az a miénk örökre. Az a pokolé, azt meg nem szabadítja innen semmi hatalom, s ha nem akar velünk élni, halljon meg. Elfogtátok a szökevényeket? Mind a hármat. Csak egy mérföldnyire voltak már a lavegától, midőn beértük őket. Hozzátok elém egyenként. Scudamore ördögi gyönyörrel ment a szökevényekért, és az elsőt közülük saját kezűleg hozta fülénél fogva a kapitány elé. Ez egy gyáva sápadt fickó volt, akit erővel kényszerítettek a rablók közöttük élni. Ó, kapitány, kiállta ezt térdre esve Roberts előtt. Ha Istent és az angyalokat hiszed, hagyj engem a pokolbeli helyről eltávoznom, ti mindnyájan elkárhoztok és a poklokra fogtok szállani. Engedd, hogy én megmentsem lelkemet a gehenna tüzétől. Ó, evangéliumi szentek, könyörüljetek én szegény bűnös fejemen. A kalózok irtózatos kacaja követi a könyörgő szavait. Meghalsz, mondá Roberts hidegen, s inta a rablóknak, hogy végezzenek vele. Kapitány, az Isten irgalmáért csak nem akarod, hogy így halljak meg gyónás és utolsó kenet nélkül, lelkem vesztére, az örök kárhozatra. Várj, majd én meggyóntatlak, mondá ördögi kacajjal Scudamore, s a hurkot az elítélt nyakába illesztél. Ó, Istenem! Ó, én, Uram, Teremtőm, senki sincs itten, aki egy imádságot elmondana előttem. Ó, én annyit tudtam, és mind elfeledtem köztetek. A kalózok kacagva hurcolák a boldogtalant az árboc alá, ki egy eszébe jutott ének zsolozsmáját kezdi ordítani, melynek szövegét rég elfeledte. Egy perc múlva az ének is elhalt, az elítélt az árbocon függött. Ekkor a másikat hozták elé. Ez is közrabló volt. Kezeit, lábait össze kellett kötözni, hogy a kapitány elé vihessék, folyvás szitta, piszkolta a kalózokat. Igen. Elszöktem közületek. Elszöktem, mert meguntam ez utálatos, piszkos életet. Minden nap szenvedni, fáradni, nyomorogni. És az ember egy kis pénzre tetszert, nagy életveszéllyel azt meg kidobálni az ablakon. Százszor is el fogok szökni tőletek. Egyszer sem többet, vigyorgás Scudamore, kinek úgy látszott, hogy sokkal nagyobb hivatása volt bakónak, mint orvosnak lenni. Roberts némán inte kezével, és a rabló függött. Ekkor a harmadik szökevényt hozták elő, Roberts meglepetve kiállta fel. Glasby Henry! Maga a Bonfortune kapitánya volt a harmadik szökevény. Nemes, szelid arcú ifjú volt Glasby. Őt is erővel tarták maguk közt a kalózok, mert legtöbb tengerész ismerettel bírt közülük. Szerítsége, jó szíve ismeretes volt mindazok előtt, kik valaha a rablók kezébe kerültek, ő védte azokat társainak dühe ellen, gyakran saját erszényéből fizette ki váltságdíjaikat, sok hajót megmentett az elsüllyesztéstől társait lekönyörögve, és a bakchanáliákból mindig kivonta magát. Társai ezért nem is nagy becsben tarták, és szüntelen gyanús szemmel őrzék. Már egyszer megkísérte a szökést, akkor megkegyelmezték. Most bizonyos volt elveszése.
Roberts arcára az első meglepetés után ismét visszatért a hideg, érzéketlen nyugalom. Scudamore éhes vigyorgással várta az ítéletet. Glasby nemes elhatározottsággal lépett Roberts elé. Kettőre már kimondád az ítéletet, szólt remegéstelen hangon. Nincs okod kedvemért kivételt tenni. Csupán egyre kérlek. E kis értéktelen medaljont küld el Norfolkban lakó anyámnak. Menyasszonyomnak egy fürte van abba zárva, akit látni akartam, amiért meghalok. Roberts összerendülte szavakra mereven nézett Glasby arcára. Neked menyasszonyod van, kit látni akartál? Kérdezi tőle elfulladva, és azzal odament Leoldá kezéről a láncokat. Menj vissza hajódra, én téged felmentelek. Kapitány, kettő már függ! Kiállta dühösen Scudamore, éppen azt látva menekülni, kinek halálát legjobban kívánta. A harmadik kötél emberére vár. Arra húzzátok föl a legelsőt, ki ítéletemnek ellene mondani merészel, szólt Roberts vadul széttekintve a zord arcokon, és becsapta maga után kabinja ajtaját. A rablók hallgattak mind. Eperstől fogva Roberts egészen megváltozott. Szíve fásult volt minden iránt, meg nem indítás semmi. De ha nőt hallott sírni, akkor futott onnan, azt nem bírta elviselni. A kegyetlenségig szigorú volt legjobb embereihez. A legkisebb mulasztás sem került el büntetését, minden este büntető órát tartott, melyen a megrovottakat irgalom nélkül a hajófenékbe vetteté, vagy megkorbácsoltatá, vagy főbe löveté. És mégis volt egy ember, akit bántani nem mert és nem engedett, Glasby. Fölmenté őt a Bonafortune kapitánsága alól, és magához vette. Egész éjszakákon át elbeszéltetett magának Glasby családi életéről, anyjáról, menyasszonyáról, és úgy hallgatta olyan figyelemmel, újból elmondatva magának az annyiszor hallottakat. Nem irgalmazott senkinek. Az elfoglalt hajókat meggyújtá vagy elsüllyeszté, sem megadás, sem könyörgés meg nem hatotta, de ha volt egy asszony a hajón, s annak esdő szavát meghallá, visszaadta mindenüket, semmit el nem vett a hajóról, és hagyta azt szabadon menni. Nőt nem érintett soha, sem szerelemből, sem haragból, kedvese jutott eszébe mindig, kedvesének halála, és a férfit látott, kedvesének meggyilkolóit. Egy napon összegyűjtté mindkét hajón levő kalózait a Commodore fedélzetén. Fiúk, mondta nekik, az élet unalmassá kezd válni itt. A szerencse kendőzött arccal jő elénk, és önként kínálja kegyeit. Nincs senki többé, akitől félhetnénk ezen az oldalán a világnak. Prédát eleget találunk, dicsőséget, hírt, annál kevesebbet. Nincs hozzánk méltó ellenség sehol. Menjünk tovább. Ez a portugál és hollandi kereskedő nép annyira fél már tőlünk, hogy szinte szeret bennünket, hát gyerünk oda, hol még nem tudnak felőlünk. Angolok és franciák közé, hol az elbízott hadak bátran alusznak tengerparti váraikban, hol a szerencse még begyeskedő hajadon, ki csak erőszakos kéznek engedi letépni aranyalmáit, ott foglaljunk magunknak hírt, nevet, hol a bölcsi jogtudósok 100 cikket iktattak törvénykönyvbe ellenünk, menjünk oda, tépjük ki alapot, mely rólunk szól,
és rójuk helyébe azt, hogy a bátrak számára nincsen törvény írva. Bertelemáj lelkesülten akart szólani társaihoz, mint hajdan szoká. Most rosszul sikerült ez neki, nem az a hang, nem az a lélek szólt belőle, mely hajdan ki volt szívében hamvadva a tűz, amelynek egyetlen szikrája elég volt máskor a többieket lángra gyújtani. Most csak hidegsége által lehetett hatnia. Kalózok, folytatá karjait összefonva. Én ti nektek kincseket ígértem. Ti én nekem ígértetek vért. Váltsuk be mind a ketten szavunkat. Itteni munkánk valódi koldulás. Nyomorult kalmárok hajóit kifosztogatni, kik védelem nélkül adják át áruikat. S mit érnek azok a mi kezeinkben? Csak elajándékozni jók. Én elvezetlek benneteket oda, ahol a kincsek hazája van, Afrika partjaira, hol a hajók aranyporral megrakodva járják a tengert, hol a feketék királyai aranyfövényen alszanak, és a fekete harcosok aranyfegyverrel küzdenek. Mi elraboljuk-e hajókat? Mi kiássuk az aranyfövenyt a kacika alól, és őt fektetjük le helyébe. Mi kivesszük a néger kezéből a drága fegyvert, és adunk neki helyette olcsóbbat, vasból a szívébe. Már ez a hang tetszett a rablóknak. Helyben hagyó zúgással felelének rá egymásnak integetve. A Commodore legényei mind érdekesnek találták ez indítványt, azonban a Bonfortune legénysége durcásképpel hallgatott és vállait vonogatta. Roberts észrevevi a különböző hatást. Szép csendesen beburkolta magát bő köpenyébe, és a legszelídebb, biztatóbb hangon mondá kezeit eldugva köpenye alá. Volna tám köztetek, kinek ez eszme nem tetszik? Lépjen elő, mi kifogása van ellene? Mondja el bátran, én meghallgatom. A Bonfortune legényei csoportosulni, sugdosni kezdettek. Végre kettő kivált közülük, s megrángatva ruháit elszánt daccal a kapitány elé lépett. Igenis, rosszaljuk indítványodat, kapitány, mondta az egyik, és a másik is rábillentett fejével, és a társaik is rámordultak. Rosszaljátok, fiaim, kérdé édeskés hangon Roberts, és mondjátok el, miért. Mert nekünk nem unalmas az, hogy most jó dolgunk van, és veszélyt nem találunk sehol, prédát mindenütt, szólt az egyik. És nem találjuk mulatságosnak azt, hogy ismeretlen veszélyeket keressünk, ismeretlen aranyországokért, szólt a másik. Ahol törvénykönyvek vannak írva ellenünk, és ahol királyi hajóhadak védik a kereskedést. Minket nem a dicsőség ösztönöz, hanem a zsákmány. És örömestebb lakunk ott, hol tőlünk félnek, mint ahol nekünk kell félnünk mástól. Ha te mitőlünk vért kívánsz, azt itt is onthatunk számodra, amennyi kell, de azért csupán, hogy te bosszút állhass a négereken, kik kedvesedet megölték, nem megyünk ezer mérföldnyire bajt keresni. Roberts elsápadt, mint a fal. Tehát ti itt akartok maradni, édesfiaim. Szólt gyermetek hízelkő hanga. Ti szerettek itt lenni, és féltek amott. Ej, édes fiaim, gondolkodjatok csak egy percig. Már meggondoltuk, felelének azok dacosan. Nagyon jól van,
mondán Roberts, és azzal egyszerre szétcsapta magáról bőköpenyét, és egy pillanat alatt két pisztollyal mind a két rablót főbelőtte. A többiek egy percre rémülten álltak ott, a másik percben dühösen zúdultak fel Bartolomei ellen, szemeik és késeik villogtak körüle. Mit? Ti szólni merészeltek, midőn én parancsolok? Elveletek, gyáva semmire kellők! Ordítán minden túlharsogó hangon Roberts, s felkapva egy vastag kötéldarabot vakmerően közübük rontott, s jobbra-balra ütötte vele az elégületleneket, kik annyira zavarba jöttek uralgó merészsége által, hogy elfeledve ellenszegülési vágyaikat szétfutottak. Verjétek őket vasra mind! Kenyéren és vizen maradnak 3 nap, 3 éjjel! Aki egy igét kimond ellenem, a tengerbe vele! Kiáltál Roberts, és egy pillanat alatt le volt fegyverezve a Bonfortune legénysége a Commodore által és a merészebb társak által farkasgúzsba kötve. Nagy merényt követsz el, súgál Glasby Roberts fülébe. Én nem félek sem embertől, sem ördögtől, felelt a rabló dacosan. A hajók még aznap útnak indultak Afrika felé. Harmadnap kitelt a Bonfortune legénységének büntetés ideje. Hogy el ne szökhessenek tőle, Roberts minden tengeri eszközt és minden ahhoz értő tengerészt áthozatott a Commodore-ra. Mindamellett egy éjszakán, midőn még 400 mérföldnyire voltak az afrikai partoktól, a Bonfortune eltűnt. Mint Roberts előre látta, e hajó a legelső tengerviharban zátonyra akadt, és népségével együtt elveszett. Roberts ezért nem hagyott fel tervével, ereje megfogyott általa, de bátorsága nem. Egy reggelen, amint feltisztult az ég, a láthatáron egy kiálló fekete hegycsúcsot látott meg a sík tenger felett, ez volt a Cap Corso. Itthon vagyunk, mondta Roberts ujjongó kalózainak, és elkezdte alás felt cirkálni a kikötő előtt. Azon időben gazdag egyedárúsága volt a francia kormánynak a mézga kereskedés. És miután minden egyedárúságnak legmérgesebb ellenszere a csempészet, a Cayenne-i partokon szüntelen őrködtek a francia hadihajók. Kettő rögtön észrevevi a gyanúsan kószáló tengeri rablót, és dugárosnak vélve utána eredt. Roberts elcsalta őket annyira, hogy a Capről meg ne láthassák a harcot, és akkor megfordulva rájuk rövid viadal után elfogta mind a kettőt. Az egyiket elsüllyeszti, a másikat megtartá magának, és legénysége egy részét átszállította rá, Skyermit téve kapitányává, elnevezte a hajót Kopónak. Az elfogott franciáktól megtudva, hogy a legfélelmetesebb két angol hadigája, Weymouth és a Hirondelle eltávozott, s hónapokig vissza sem tér, bátran bevágtattak a kikötőbe. Az angol királyi afrikai társaság legpompásabb hajója, az Onslow, éppen ott állt horgonyon. A kapitány és a tisztek kün voltak a parton, a kormányzó valami bált adott a kedvükért, onnan láthatták a kormányzó ablakaiból, mint rohan egyenesen a kalóz hajókra, s mielőtt visszasiethettek volna, minden emberük megadta magát. G. Fenimore, az Onslow kapitánya dühösen evezett oda egyedül a rablók hajójához, és pisztollyal a kezében követelte Roberts-től, hogy adja vissza hajóját, s verekedjék meg vele becsületes emberek módjára, és ne orozva rohanjon rá. Roberts-nek annyira megtetszett az eredeti ajánlat, hogy ő egy meglepett hajót visszaadjon tulajdonosának, s újra verekedjék értelmi szerint, kijelenté, hogy kész azt elfogadni. Emberei is mind zajosan elfogadták a kihívást, a
hanem ekkor az Anslo saját legényei álltak elő, hogy ők nem harcolnak Roberts ellen, hanem inkább kérik, hogy vegye őket is a társaságában. G. kapitány kétségbesve lőtte ki pisztolyait a gazemberek közé, s felszólítá Bartlemyt, hogyha egy csepp büszkeséget érez kebelében, be ne mocskolja rablói hírnevét és becsületét azáltal, hogy a semmire kellőket társaságába fogadja, akik veszély idején elhagyják kapitányukat. Tudja mit? Derék kapitány, szólt Roberts vígan konverzálva a csónakban úszkáló ellenféllel. Ön annyira jeles ember, miszerint nem tudnám lelkemre venni, hogy önt hajó nélkül hagyjam. Íme itt hagyom önnek az Onslowért cserében saját hajómat, a Commodore-t, mondhatom jó vitorlás és sokat ér, s noha az árát nem határozhatom meg, mert én nagyon olcsón kaptam, a hajós legénysége csupa ember szeretetből kénytelen vagyok elfogadni, mert ön bizonyosan megtizedeltetné őket, hanem a sorkatonáit visszaadom önnek, tegyen velük, amit akar. A szárazföldi patkányokért egyáltalán nem kár. Ekként az egész kikötői nép szeme láttára kicserélé a kapitánnyal hajóját, s a régi Anslow helyett Royal Fortune nevet festetett rá nagy aranyos betűkkel, s még vagy három előkapott angol hajót kikutatva mindkét gályával elvitorlázott Calabar felé. A calabari útban csupa időtöltésből kikirándult egyrészt a rablóknak a sík tengerre a kopóval, Skyermi vezérlete alatt, s az ott éppen útjukba vetődő hajók felkutatására mentek. Egyszer egy ilyen kirándulásból sebesen tért vissza a kopó a Royal Fortune-hoz, jelentve, hogy két gyanús gályát vett észre a láthatáron, melyek rögtön feléje tartottak, alig ha hadihajók nem lesznek, és csak annak köszönhető, hogy minden vitorláját felhúzta, hogy kiszabadult közülük, azonban nyomában vannak. Hadd jöjjenek, mondta Roberts távcsövével szétkémlelve a tengersíkon, és nem sokára megpillanták két vitorlát, mely a távolban úgy látszott, mint két sirály. Ezek nem hadihajók, mondta Roberts, inkább hasonlítanak kalózokhoz. Kifeszített vitorlákkal jönnek felénk, ugyan megjárhatják velünk. Ha-ha, mondta Skyermi, még csak ez volna hátra. Fogtunk el már kereskedő és hadihajót, eleget most meg kalózhajót kell fognunk, hogy az is legyen. A legények mind kíváncsian néztek a sebesen közeledő két hajó felé, és nevetve mondták egymásnak, ez bizonyosan úri gályának nézi a miénket pompás alakjáról, hogy fog majd kéreszkedni tőlünk, ha megfogod bennünket? Moody szemei elé tartá tenyerét, majd az egyiket, majd a másikat, és szinte kibújt a szemeiből a nagy nézés miatt. Egyszer összecsapja mind a két tenyerét, elhajítja a kalapját, s elkezd cigánykerekeket hányni, és azután lefekszik a földre, és kacakot szinte megfullad vele. Módi, megőrültél? Kérde Roberts. Ez az ember sohasem kacagott életébe. Mi lehet, Módi? Hát mégsem ismeritek azokat a hajókat, amik ott jönnek. Kérde, ez félig felülved, azután megint hanyat vágta magát, s elkezde kacagni. Alá fel henteregni a födélzeten, még le nem fogták, s úgy meg nem markolták, hogy nem kapálózhatott. Peszé, hát te vén, tébolyodott, mi lehet? Ha ezt megmondom, hát mind kibújtok a bőrötökbe, hát nem látjátok azt a két hajót ott? Hát nem ismertek rájuk, hisz ez a tengeri ördög és a hollandi gája, amelyek elszöktek előlünk, bennünket a tengeren hagyva éhen szomjan veszni, és most szemköz jönnek reánk az ágyúink torkába. Hát nem érdemes ez, hogy az ember örömébe megbolonduljon. A kalózok irtózatos örömordítása túlhangzá Moody kacaját. Bódult, vérittas örömmel nyargaltak fegyvereik után, felmásztak a vitorlakötelekre, hogy jobban láthassák a közelgő hajókat, s addig is ökleikkel fenyegetőztek feléjük. Tehát feltalálták valahára az árulókat, akik társaikat otthagyták az ínséges éhhalál torkában, az égő tenger tükrén, s akik most önként jönnek
gyilkoló bosszúlyok elé. E gondolat még Bartolomeit is annyira elragadta, hogy arca halványságát lángoló pirosság kezdte földerítni. Ajkainak némasága tagadá lázas örömét, de arca meghazudt alá. Csendesüljetek el, mondá kalózainak. Hagyjuk őket közelebb jönni, húzódjatok a melvédek mögé, hadd higgyenek bennünket olcsó prédának, és hadd hűljön meg szíveikben a vér, midőn arcainkat rögtön megismerik. A rablók félrehúzták magukat csendesen, amazok hanyat homlok vitorláztak ellenük. Már jól ki lehet-e venni a hajó orrára faragott undorító tengeri ördögöt, s amint az elrejtőzött kalózok egy vagy más alakot megismerének rajta, fogcsikorgatva suttogták. Ez ő! Ho-ho, ez is itt van! Készen tartsátok fegyvereiteket, mondá tompa alhangon Roberts. Nem kell odakés, körmeinkkel szedjük szét őket, suttogá Asplant. A tengeri ördög lőtávolba érve egyszerre minden árbócára felrántá fekete zászlóit, és egy lövés, melynek golyója a Royal Fortune vitorlái közt csúgott el, volt a felszólítás, hogy álljanak szóba. Bartolomei hajóin mélységes csend volt. A tengeri ördög vakmerően odavágott közéjük, a hollandi gája valamivel hátrább maradt. Haó, kapitány, elő! Hangzék a tengeri ördögről a kiáltás. Ez Kennedy szava, suttogá Bartolomei, és azzal inte, hogy rántsák fel az ászlókat. Amely pillanatban a tengeri ördög kalózainak rémületére felrepültek a fekete zászlók a megtámadott hajók árbócaira, egyszerre felsökött Roberts a melvédre, s dörgő hangon visszakiálta. Én vagyok itt, gaz árulók! Ismeritek-e még Roberts Bartolomeit? A megtámadók, mintha egyszerre lelküket vesztették volna, megnémultak. Kennedy ilyetten ugrott le egy csónakba, és azt eloldva a hajótól a hollandi gályához iparkodott menekülni, a többiek eszeveszetten hányták el fegyvereiket, s a rémület őrültségével ugráltak a tengerbe. Ez a fáradtságuk nem sokára meg lett könnyítve, két teljes lövés jobbról és balról, a Royal Fortune és a Kopó valamennyi ágyú telepeiből néhány perc alatt összezúzta a közbeszorult tengeri ördögöt, egy irtózatos ordítás hangzott fel, és a roncsolt gája mindenestől elbukott a víz alá. Kennedynek ez alatt néhányad magával sikerült a távolabb maradott hollandi gályára fölkaphatni, mely akkor egyszerre megfordítá vitorláit, és elkezde kétségbe esetten rohanni a part felé. Roberts utána mind a két hajóval. Amazok kiszórtak minden terhet hajójukból, utóbb még az ágyukat is, és ezek feláldozása által sikerült nekik elérhetni a partot, mielőtt Roberts hajói eléjük kerülhettek volna. A parton nagy tömegben álltak a kalabári négerek, bámulva a tengeri csatát. Kennedy hirtelen csónakra szállítá embereit, s anélkül, hogy egy lövéssel megkísérteni az ellenállást, kimenekült a partra. A szárazföld se ment meg titeket, mondta Roberts, parancsot ad vagy bocsássák el a legnagyobb derekét. Arra föltétetett 8 ágyút, 40-ed magával beleült és parancsolá, hogy evezzenek a parthoz. Kennedy észrevéve, hogy Roberts ki akar kötni, elkezde nagy lármával beszélni a négereknek, elmondva nekik, hogy ezek tengeri szörnyetegek, kik országukat elfoglalni és lakhelyeiket földgyújtogatni jöttek, ne engedjék őket a partra kiszállani. A négerek nőttön növekedő zajgása tanúsítá, hogy a kalózok lázító szavainak sikerült a vadnépet társaik ellen uszítani, s a négerhad nem sokára kő és nyílzáporral fogadta a deregjén közeledőket. Ezt még jobban szeretem, dörmögé Bartolomei. Egy csapással kettőt, árulót és szerecsent. Aratása van ma a bosszúnak, neve napja a halálnak. Tüzet közéjük!
A deregi ágyúi megdördültek, halált okádva a négerek közé, a Kartács utcákat sepert a mesztelen tömegek között, a 40 férfi ágyúk dörgése közt partra szállt 10 000 néger ellen. Kennedy és társai kétségbeesett védelemre buzdíták a kalabáriakat, és azok vérengző düvel rohantak a kiszállt kalózokra, nyilak és hajító dárdák fellegeivel borítva el azokat. A nyilak és hajító dárdák záporától alig esett el 2-3 kalóz, a többi hidegvérrel nyomult előre zárt sorokban, és egyenként lövöldözé le a néger had legkitűnőbb vezetőit. A serecsenek látva, hogy legnagyobb óriásaik, akik 100 emberrel értek fel a harcban, messziről hullanak el, láthatatlan golyók által találva, mielőtt részbárgyaikat elleneik sorába vághatnák, elkezdtek összezavarodva hátrálni, odahagyták gunyhóikat, felfutottak egy meredek kősziklára, hová nem lehetett őket követni, magukkal ragadva Kennedyt és kalózait. Onnan aztán nem lehetett őket lecsalni többé. Roberts őrült kéjelgéssel járt végig a csatatéren. Egyik holttestől a másikra lehetett neki lépni, megszámlálta őket. Mind menyasszonyáért estek áldozatul. Ez áldott munka volt, suttogál magában. 800 négerrel feketébb a pokol. Uram! Szólt Scudamour felriasztva a kapitányt véres elmerengéséből. Leggonoszabb ellenségeink megmenekültek szemünk láttára, csak egy mód van őket elérhetni, megölhetni menedékük közepet. S mi azon mód? Hiába mondanám neked, nem vennéd hasznát, de hatalmas fel engem is csak fél órára mindent tehetni, amit jónak látok, és én ígérem, hogy az árulók fejeit elhozom neked anélkül, hogy egy ember életet elvesztegetnénk a magunké közül. Szeretném látni. Hallani fogod, látnod nem szükség, ez hadicsel, amit tőlem úgysem tanulhatnál el. Menj hajódra vissza, és várj magad után. Bartolomeit megdöbbenté a vakmerő beszéd. Egy neme a mámornak fogta el lelkét a kiöntött vértől. Ráhagyta magát beszélni, hogy visszatérjen a hajóra, s engedje az orvosnak tenni, amit akar. Amint a kapitány nem láthatá többé, mi történik a parton, Scudamour parancsot adott a kalózoknak, hogy forduljanak a négerek elhagyott lakásaira, és gyilkolják le azoknak védtelen családjait. A durva bosszúittas nép újjongva teljesíti a parancsot. A négerek a magas sziklákról nézték, mind gyilkolják le asszonyaikat, mind vagdalják gyermekeiket a kősziklához, és amikor mindent megöltek, mind gyújtják fel gunyhóikat, hogy a füst hozzájuk csapkod fel róluk. Ekkor előállt Scudamour, felkiálta hozzájuk. Íme négerek, láttátok, mind gyilkoltuk le családaitokat. Ti magatok is hasonló sorsra fogtok jutni egyik, ha meg nem adjátok magatokat. S a mi barátainkat, kiket magatokkal hurcoltatok, ki nem bocsátjátok. Kennedy észrevevé a cselt, és átkozodva mondta ellent. Ne higgyetek a szavaknak, ördögi ravasság az egész, mi nem vagyunk nekik barátjaik, mi nem ismerjük egymást. Kennedy, ne légy gyáva! Szólt szemrehányólag Scudamour. Miért tagadnád, hogy velünk egyetértve biztatát fele barbakat, hogy ágyunk torkába jöjjenek? Légy bátor, és haigáld le őket deréktársaid segélyével Késeink hegyébe. Egy kalóz 100 négerrel felér, ne hagyd el magadat. A négerek fenyegető kifejezésekkel kezdték Kennedyt és társait körülfogni, ez aggodalmasan mentegeti magát. Derék férfiak, ne higgyetek az ördög szavainak, mi sohasem láttuk őt, ők nekünk ellenségeink. Ó, Kennedy, te szégyenünkre válsz, hogy tagadhatsz meg bennünket, midőn fekete lobogód van, mint nekünk? Ha sohasem láttuk volna egymást, miről tudhatnám én, hogy a te bal válladon egy akasztófa jegye van, mit Daerban sütöttek rá, amikor a pellengéren álltál?
A négerek rögtön megragadták Kennedyt, és lerántva válláról az öltönyt, amint az orvos szavainak valóságáról meggyőződtek, levetették lábaik alá kalózt, egy fölemelte részfejszéjét, lábával leszorítva áldozatja fejét. Egy hajszálát megremerjétek görbíteni, ordítá színlett düvel Skudamúr. A másik percben lecsapott a bárd, és a sziklatetőről lerúgták Kennedy fejét. Azután a többiét is. Mire a fél óra letelt, Skudamúr visszatért Robertshez, és odamutatva a megrakott deregére mondá, itt az árulók feje. Harmadik fejezet. A passzát viharok időszaka beállt. Minden nap hajótörésekről lehetett hallani. Az ég és a tengerek elemei szakadatlan csatában voltak egymással, elnémítva az emberek kiszerű harcait. Bartolomei híre pihent. Az angol és hollandi faktorik jól tudták, hogy hajói a Kepkorzó kikötőjében horgonyoznak. Ki merne így időben a tengerre szállani, hogy az Istent kísértse? A legbátrabb kalóz szíve is remek, ha eget és tengert egy éjjé válni lát, melyben csak a villámok világítanak. Ördögnek kellene annak lenni, nem embernek, ki e világítás mellett a mennydörgés és viharordítás közepett harcra merne szállani. Bartolomei nyugszik Kepkorzó partjain, kalózai isznak, mulatnak, vendégeskednek. Mit tehetnének egyebet a rettentő időben, midőn minden reggel friss hajóromokat hány ki a tenger a partra? A kormányok ez idő alatt csendesen gyűjtögetik hadihajóikat a vakmerő kalóz ellen, ki egy egész világrészt megmert támadni egyedül, csupán a vajdácsi kikötőben 11 hajó áll már készen, míg a 80 ágyús Salamon király és a 110 ágyús fecske után várakoznak még, hogy a passzát szelek elmúltával rögtön meginduljanak Roberts elfogására. A vihar tombol, a tenger föl van háborodva, a fekete fellegek oly alant járnak, hogy uszájaikkal szinte a hullámokat söprik, és a tenger oly fehér, mikor tajtékos habhegyeit a felhőkig feltolja. A láthatár sötét lila színbe van borulva, amelyet örök villogások szaggatnak keresztül. A lila szín ború fenék színében egy küzdő hajó látszik, felcsavart vitorlái fehér keresztezetével. Ugyanaz mindannyiszor feketén tűnik elő, midőn a villámlobbanás megfehéríté körüle a tájat. Ez a King Salomo. Egy délceg háromárbocos hadigája, mely körül ablakos három födélzetével úgy látszik a habok között, mint egy három emeletes ház szárnyakkal. Ablakai és lőrései most mind be vannak szegezve. Az eső hull, a hajó körül a fekete hojszák s a fehér vészmadarak röpkednek sikongva, a hab mélye olykor fölveti a hajót körülúszkáló cápákat, mik éhesen néznek fel egy pillanatig mozdulatlan hideg szemeikkel a remegő hajósokra. Minden ember keze tele van dologgal. Treherne kapitány a középen áll, a legmerészebbek a vitorlákon csügnek, azokat kötözve tekercsbe. Egyrésze a kidült árboc helyébe iparkodik fölállítani a segély árbocot, amot a szivattyúk működnek munkáltal felhevült legények kezei alatt, a kormányt négy ember fogja megfeszítve minden erejét, ha egy-egy erősebb hullámroham jő a hajó ellen.
A megnyugvás perceiben beszélgetnek egymással a kormányon állók. Mérővihar. Lehetetlen, hogy kikötőbe jussunk valaha. Az imént csak nem fennmaradtunk az égben. Úgy félhajított bennünket a hullám. Jézus segíts, úgy hull a mennykő, mint az érett vackor. Most mindjárt belénk üt. Csit, nem látjátok a Szent Elm tüzét? Ott, ott, az Árbóc hegyén, szólt Philips a kormányos társaihoz. Szent György, ne hagyj, ott lebegnek valamennyi árbocon, mint valami gyertyavilág. Suttogák azok borzatájjal. Jaj, ez rosszat jelent. A Szent Elm lángja csak a veszendő hajók árbocán szokott megjelenni. Nézzétek, hogy táncolnak! Vigyázz! Kiállta a kapitány a kormányosoknak. Már késő volt vigyázni, míg ők az árbocokon megjelenő villanytüneményt bámulták egy iszonyú hullám közelge a hajó felé, mintha egy egész átlátszó hegylánc indult volna meg. Minden törekvés hasztalan volt a hajót elfordíthatni előle, a legmagasabb árbocnál magasabban közelge a roppant vízhegy, hányva a tajtékot legtetején. Az emberek a melvédbe és a kötelekbe fogóztak. Egyszerre sebesebben emelkedik fel a hajó, felhajítva a toronymagas hullám tetejére, másik percben túlsó oldalára csapott át, árbocaival a vízbe vágva, és egy utó hullám keresztül özönlött rajta. Néhány perc múlva ismét egyenesen állt a gája. Megfüröstve, mint egy elbukott hattyú, az emberek megrázkódtak a víztől, és tovább láttak dolgaik után. Nézd! Nézd csak! Az elmtűz még most is ott van az árbocon, kiáltá Philips. Ha pokolbeli tűz nem volna, e hullám csapástól el kellett volna aludnia. Jaj, ezek a vészmadarak is éreznek valamit, hogy mindenütt nyomunkban vannak. Jack azt állítja, hogy ő a múlt éjjel látta a tengeri kísértetet. Való ez, Jack? Hát miért mondanám, ha nem láttam volna? Ti aludtatok, én magam voltam a kormányon. Egyszer a távolból egy hajó alakja jött felénk. Alig látszott a vízben úszni, és szél ellenében haladt. Ember alakú árnyak mozogtak rajta, úttéve, mintha vitorlákat húznának alás fel, a kapitány, mint egy köd alak járt jobbra-balra. Jaj, én ilyetten rákiálték a kísértetre, és erre az egyszerre csak eltűnt a szemem elől. De még azután is elég jól hallám a szélzúgás és habok csapkodása közül a kísértett alakok szavait, s a rémhajó köteleinek verődését a vitorlafákhoz. Hú, ez rosszat jelent. A kormányosok félénken tekintgettek szét az elborult látkörön, mint szokott az, ki rémmeséket hallott. Nézd! Nézzetek csak oda! Mondta Philips egyszer a szürke homályba mutatva. Szent György nevére mondom, a rémhajót látom ott! Társai lélegzetüket visszafolytva követék szemeikkel új mutatását, a villám lobbant, s valamennyien keresztet vetének magukra. Ott van! Mit láttok ott? Kiállta a kapitány észrevéve kormányosai meglepetését. A kísértett hajót, uram! Szólt reszketve egyik. Treyern szemügyre vette távcsövével a mutatott tárgyat. Az nem kísértett hajó, mondta kevés vártatva. Mi volna más, uram? Lehetne élő ember, ki így viharba kifeszített vitorlákkal szálljon a tengerre, miként ez? Ha nézd, milyen sebesen közeledik felénk a hullámokat megvetés. Repül, repül, mint a madár. Ez nem kísértett hajó, ismétli a kapitány, hanem kalóz. Eleven ördög, dörmögé Philips. Bizonyosan Bartholomew lesz, mondta Treyern.
Minő kár, hogy közel nem juthatunk hozzá most. Elfognók rögtön, de ki tudna csatázni ilyen viharban? A kalózhajó sebesen közelgett a King Salomó felé. Néha elborítá a hullám, másik percben ismét egyenesen állt, s folytatta irányát. Hely, evakmerő fickók, kiállt a Trehan. Úgy látszik, még ők iparkodnak velünk összejönni. Ezek nem emberek, szólt Phillips. Ha ember rohanna így hullámokon keresztül, százszor összetörhetné magát hajóstól együtt. A kalózhajó világosan üldözni látszék Salamon királyt. Vele egy szél alá érve minden módon azon törekvék, hogy mellé juthasson. E törekvése azonban mindig meghiúsult a hullámzaj miatt, mely mint egy felsőbb hatalom kényekedve szerint haigálta mindkét hajót jobbra-balra, és ha egyszer-egyszer lőtávolságnyira hozta őket, a másik pillanatban ismét félmérföldnyi távolba lódítá. Más jó lélek ilyenkor Istent imádna, szólt Phillips. Ezeket meg a vihar sem ijeszti vissza. Hú, minő csapott most egyszerre a villám a két hajó közé. Az ég tüzei tiltják a közeledést. A kalózhajó rögtön behúzta minden vitorláját, és nem sokára lehet-e látni, hogy a nagy deregjét eresztik a vízre, és abba 20 kalóz beleül, és elkezdenek evezni a Salamon király felé. A hadihajón 200 fegyveres volt, és 80 ágyú. Trehan el nem képzelheti, mit akar egy tizedrésznyi nép ellene. A deregjét hányta, vetette a hullám, de a 20 fickó evező csapásai szél és hullám dacára közelébb juttaták azt a gályához. Ekkor a deregje párkányára egy óriási férfi lépett fel, meg sem tántorodva a hánykodó hab tetején, és szájához illesztve a hangcsövet dörgő mély hangon átkiálta. Trehan kapitány! Roberts Bartelemy felszólít ezennel, hogy add meg magadat neki a King Salomo népeivel együtt, életre, halálra. A felszólító Skyermi volt. Trehan előállítta fegyvereseit, és megbosszankodva kalózok vakmerőségén, mely a szemtelenséggel volt határos, parancsot adott, hogy ez ágyúkat irányozzák ellenük. Tüzérei azt felelék, hogy az ágyúk mind megvannak nedvesedve. Az hazugság, kiáltott Trehan, hisz fedve vannak mindig. Aki ellenáll, irgalom nélkül meghal, hangzék újra még közelebbről Skyermi dörgő szava. A tengerészek sápadtan néztek maguk elé. Mit bámultok, semmire kellők? Kiállt a Trehan. Fegyvert fogjatok, s törjétek össze a vakmerő gazembereket. Mit? Hát halandó emberek ezek, kiállta fel Phillips. Akik ellen küzdeni, akiket megölni lehet. Látott már valaki ördögöt meghalni vala? Köszönöm, én ördögökkel nem harcolok. És ezt mondva elveti fegyvereit magától. Mi sem. Egyikünk sem, kiáltozák valamennyien, fegyvereiket kilövöldözve a légbe és elhaigálva. Trehan egyedül hagyva látta magát. És ti így szégyent akartok hozni magatokra, hogy 10-szer kevesebb erő előtt lerakjátok fegyvereiteket? Emberek, térjetek magatokhoz, hisz ezek sem lelkek itt. Azokat semmi erő sem bírhatta rá, hogy fegyvereiket a rablók ellen irányozzák, kik csákjáikkal már a gája oldalába kapaszkodtak. Védni fogom hát én egyedül magam a hajót, kiállta kétségbe esetten a kapitány, és felragadva egy karabint a rablók közé lőtt vele.
Nem talált senkit, mert saját emberei félre rángatták kezeit, s nem engedék, hogy másodszor lőhessen megtámadóikra. Egy perc múlva a kalózok urai voltak a Salamon királynak. A nép nem mert nekik ellenállni, oly pokolbeli magasságon állt már hírnevük, hogy amit őt akartak, semmi sem volt lehetetlenség. A remegő mindennapi emberek elveszték lelküket a másvilági lényeknek hitt szörnyekkel szemben, s hol tízannyian voltak, még csak az ellenállást sem merték megkísérteni. Ha okiratok nem bizonyítanák, hihetetlen volna, hogy 20 kalóz egy nyomorult deregjével a legnagyobb vihar közepett elfogjon egy hadihajót, amelynek 80 ágyúja, 200 fegyverese és bátor kapitánya van. A 11 hajó a Vajdéhi kikötőbe csak a passzát szelek elmúltát és a King Salomó megérkeztét várta, hogy Roberts ellen kiinduljon. A passzátszelek még javában dühöngtek, mikor már Roberts ott állt a Vajdéhi kikötő előtt maga után vontatva a Salamon királyt. A Royal Fortune minden árbócán fekete zászlók lobogtak, a két vitorla közé egy négyszegű zászló volt kifeszítve, azon egy ijesztő rémkép, lándzsával keresztül ütött csontváz, kezében fövény óra és keresztbe rakott csontok, vérző szíve lábainál feküdt. A kopó zászlójára pedig egy vörös palástú férfi volt festve, kezében lángoló palossal, melynek hegyére halálfő volt szúrva. A fő árbocokon Szent György lobogója kígyózott. A vihar zúgása közepett, a King Salomó elfogott zenekarának pokoli dobpörgése és trombita harsogása szólt, melyhez irtózatos dalt énekelt a vad kalóz nép. Így vitorláztak be a kikötőbe. A legelső lövésre mind a 11 hajó megadta magát. Roberts valamennyi hajó kapitányát a Royal Fortune födélzetére összegyűjtve ott pompás lakomát rendelt számukra, melyhez azok rövid kínálás után hozzáültek egyetlen egyet kivéve, Fletchert, ki határozottan megtagadta a rablók asztalához való leülést, a velük együtt ivást és dorbézolást. Bertelemáj megengedé neki, hogy tetszése szerint háttal üljön az asztalhoz. Ebéd vége felé, amikor a bor földerítette a kedélyeket, Roversnek jókedve támadt, megengedi a kapitányoknak, hogy hajóikat tőle visszaváltsák, megalkudván velük 8 fontnyi aranypor harácsban. Azok rögtön készek voltak letenni a sarcot. Fletcher ezt is megtagadta. Ő úgy mondta, rablóktól nem fogad el kegyelmet, és hajóját nem veszi meg, hogy becsületét eladja. Tessék vele a kalóznak azt tenni, amit akar. Úgy szólt, mint valódi angol. Roberts rögtön parancsot adott ki, hogy tüzet kell vetni a Fletcher hajójába, és azt megégetni minden rajta levő áruneműekkel egyben. Esplant vevé át a teljesítendő parancsot, ki nem sokára visszatért azon jelentéssel, hogy a kérdéses hajó áruneműi nem egyebek, mint 80 néger rabszolga, és miután nem bizonyos róla, hogy a szerecsent meg lehet-e gyújtani, mit tegyen velük. Robert szemei pokoli tűzzel villogtak. Szerecsenek? Kérdezi fogcsikorgatva. Hányjátok őket a tengerbe, hadd ússzanak! Ezt lent egy szót sem szólt többet, hanem indult a parancsot teljesíteni. A gentlemanek ittak tovább. Mulatságokat időközönként félbeszakasztá egy irtózatos vérfagylaló halálordítás, arra egy percig félbeszakadt a tivornyaének, megállt az ajkakhoz emelt pohár, másik pillanatban folytatták a mulatságot.
A vigalmat tűzijáték fejezte be, Fletcher felgyújtott hajója, mely lángjaival körös körül megvilágítá szépen a kikötőt. A négerek párosával voltak egymáshoz békózva, és a tengeröböl tele volt cápákkal. Valahányszor egy párt belehajítottak a tengerbe, körül vér lepte el a habot, a halál ordítás alatt mindannyiszor egy poharat ürítek ki Roberts felordítva, a hiszpanyolai gunyhóért. A néger mind odaveszett, és Roberts mégsem volt ittos. Késő éjszakán váltak el a kapitányok tőle, szerencsés viszontlátást kívánva neki. Roberts mind valamennyinek bizonyítványt szolgáltatott az átvett harácsról, mely az okiratok közt fönnmaradva ekként hangzik. Mi, a szerencse lovagjai, tudtára adjuk mindenkinek, akit illet, hogy XY hajó, XY kapitányától 8 font aranyport harácsul fölvettünk, amelynek következtében az említett hajót szabadon bocsátók. Kelt pecsétünk és saját aláírásunk alatt a Vajdahi kikötőben 1722 év január 13-án Roberts Bartolomei Glasby Henry. A vihar megszűnt, rá csendes éjszaka következett. Feljött a hold, tündérvilági fényt árasztva szét a tengeren, Roberts karjait összefonvált hajója párkányán, a távoli csillagokra bámulva. Mennyi bort és mennyi vért elpazarlott, hogy magát leittasítsa hasztalan. Sem bor, sem vér többé mámort, feledést neki nem adott. Ó, nem feledést. Azt az édes öntudatlanságát a léleknek. Helyette inkább emlékezetet, fájó visszhangjait a múltnak. Ezek a csillagok valami bűv erővel vannak a lélekre. Ha sokáig néz rájuk az ember, kilopják belőle a lelket, s odaviszik, ahova nem akar, ahová menni fél. Mit látott Roberts a csillagokban? Ifjú éveit látta bennük, szelíden ragyogó képekben lefest, vagy egészen más életet. Annyira különböző volt a mostanitól, mintha vagy ez, vagy az csak álom volna. Pedig így volt. Ott enyelget körüle a három gyermekleány, vadvirágból koszorút fűztek homlokára, szelíd csókkal odatűzték, játszadoztak, nevetgéltek, és a pálma oly halkan susogott. Együtt ültek a kis gunyhóban, az anya a nagy karszékben, veszélyekkel kalandos mondákat regélt, amik hírneves bajnokokkal estek, a leánykák pedig oly félve tekintgettek az elsötétült ablakra, melyen a puszta éj kezdte benézni, amit a kandalló tüze lassanként kialudt, míg William keble nyugtalan vágyaktól kezdte dagadni, megküzdeni az ismeretlen veszélyekkel, s olyan hírnevet szerezni, mint azon hősök, akiket a rege örökít. A pálma oly halkan susogott. Éppen így sütött a hold. A déli táj holdfénye fényesebb, mint az északi nappal. A szép szerelmes menyasszony keblére simulva szólt, mint szeretlek, mi boldog vagyok, együtt fogunk élni, halni. William keblére hajtá le fejét, s az egész mennyországot tartá karjai közt. Pálma oly halkan susogott.
A lányka kint ült a zöld partokon. Fehér kendője lebegett a szélben, ott várta epedve, várta imádkozva. Mint repesett szívemidőn vitorlát látott közeledni a távol láthatáron, ismerni vélte a nyúlánk árbocokat, melyek szemei előtt feltűntek, és lelkével százszor bejárta a tért, mely közöttük feküdt. Keble hevült lelke égett a vágy és az öröm miatt, látva, hogy az mindig közelebb, közelebb repül, csókjait hinté elébe. Micsoda hajó lehet az, kapitány? Kiállt a Roberts mellett Moody, durva dörmögő hangja. Roberts összerázkodott, fölriasztva éber álmaiból, és félig ijedten, félig haraggal tekintett a kérdezőre. Micsoda hajóról beszélsz? Arról, melyet tovább fél óránál bámulsz velem együtt, azok a nagy vitorlák, amik a láthatáron föltűntek. Roberts csak akkor vevé észre a hajó alakját, melynek képét ábrándítas lelke átszőtte álomképei közé, és amely sohasem látszott közeledni a tengeröböl felé. Ha-ho! Elő a kopóval! Kiállta Roberts. Talpra, fiúk! Ma nem! Kiállta egy fickó a másik hajóról. Menjen a Royal Fortune! Ti ittatok eleget! Mi józanok vagyunk, s józanul az apám lelke se harcolt. Micsoda beszéd ez? Ez olyan beszéd, hogy nálunk ma este elfogyott a rum és a cukor, míg a Royal Fortune-ön még a hal is puncsot iszik. Hát gazemberek, én gyártom a cukrot meg a pálinkát, hogy tőlem kéritek azt. Ha elfogyott, szerezzetek! Ahol a láthatáron egy portugál gája, az hoz cukrot, amennyi kell, rohanjatok utána, és itassátok meg magatokat. A gája ezalatt oly közel jött, hogy vitorláit meg lehet-e számlálni a fényes éjszakában, és akkor egyszerre visszafordult, és elkezde ismét távozni. Utána sietve, kiállta Roberts, nézzétek, már észrevett bennünket, és menekülni kíván, Skyrim! Munkára gyorsan, ne hagyjátok megszabadulni! Vadászatra, kopó, hajrá! A kopó rögtön kifeszíté minden vitorláját. A főhajó legénysége préda szomjasan rohant önkéntesen a kopó födélzetére, és a kedvező szél nyomása alatt üldözőbe vétetett az ismeretlen gája, amely mindig közelebb-közelebb érve a kopó által, nem sokára azzal együtt letűnt a láthatárról. Ez a gája volt a fecske, a legfélelmetesebb angol hadihajó, a két legvitézebb kapitány vezénylete alatt, az egyik volt Ogle Dávid, a másik Rossz. Midőn Bartolomei valamennyi hajónak urává tette már magát, melyek ellene ki voltak küldve, akkor a fecske egyedül indult meg őt felkeresni és legyőzni. A kikötőhöz érve messziről meglátták a félre ismerhetetlen kalózhajókat, és egyenesen rajtuk akartak ütni. Előbb azonban egy félelmetes zátonyt kellett megkerülniük, amelyet francia zátonynak neveznek, és a kalózok e visszavonulást félelemnek magyarázva üldözésükre rohantak. A fecske csak haladt előre. A kopó a síktengerre csalta maga után, s mikor már annyira elvoltak, hogy az ágyúdörgés nem hallatszott a kikötőig, akkor utolhagyta magát érni. A rablók egyszerre ordítva ránták fel fekete zászlóikat az árbocokra, és nyílsebesen vágtattak a fecske mellé. Skymi legfelül állt, hosszú csákjával kapaszkodásra tartva készen. Bartolomei és a halál, ordítán rabló sereg, rettentő hangom.
Azon pillanatban irtózatos mennydörgéssel szólaltak meg a brit hajó ágyú telepei. Egyszerre pusztító tüzet szórva a kalózok soraira, és füstfellegbe borítva a kopót. Amint a füst szétoszlott, a rablók még elrémülve álltak, mintha a közéjük ütött villám megfosztotta volna őket a gondolkozástól. A födélzeten irtózatosan szétzúzott holttetemek hevertek, a fekete zászló le volt lőve az árboszról, csak Skyermi állt még, és nem veszti el lelkét. Előre, gazemberek, ordítá dühösen, mit bámultok magatok elé? Húzzátok fel újra a zászlót, s ki a csákjákkal! A kalózok erre hirtelen fölhúzták újra lobogójukat. Előre, ordítá Skyermi mennydörgő hangon. Erre egy másik roppant dörgés a brit ágyúkból, a zászló ismét leesett, de leesett Skyermi is, egy ágyúgolyó mind a két lábát elsodorta. A rablók elveszték lelküket, odarohantak a kormányoshoz, és kényszeríték, hogy forduljon vissza, s kifeszíték vitorláikat a menekülésre. Ne hagyjátok magatokat, ordítá Skyermi az árbózba fogózva. Szégyen, gyalázat reátok! Kapaszkodjatok a hajóba, s rohanjatok a födélzetre! Halljatok meg hős halállal! A vén kalózok erre végső vakmerőséggel kezdték hajójukat a fecskéhez közel faroltatni, és már-már sikerült azt elérhetni csákjáikkal, midőn egy harmadik lövés recsegve törte ki a fő árbocot vitorláival együtt, leterítve azt a vízbe. Veszve voltak. Még csak harcolniuk sem lehetett többé. Vessétek a zászlót a vízbe! Ne kapja meg az ellen! Hörgé rekedten Skyermi, kinek óriási termetéből csak fél teste volt még meg. Rohanjatok a lőporos kamrába, s lőjetek bele a hordóba. Öt kalóz rögtön pisztolyt ragadva futott a födélzet alá, és egy pillanat múlva mennydörgő ropogás hallatszott. A hajó közepéből magas füstoszlop lövelt föl sebesen. Egyéb kárt nem tett. A lőpor kevés volt arra, hogy a hajót szétvesse. Az öt kalóz kínlódva és átkozódva feküdt a kamrában. Feketére égve, mintha előre átalakultak volna ördögökké. A kormányost földre veti a pukkanás, ki, mintha egyéb baja se volna, a kastor kalapja után kiáltott, amely a tengerbe repült. Az angolok rögtön elfoglalták a legyőzött hajóroncsot, melynek födözete csak holtakkal és sebesültekkel volt megrakva. Ez utóbbiakat fölszedték és bekötözék. Hozzám ne nyúljatok! Ordítá Skyermi emberen túli düvel, mindkét kezébe kardot ragadva, és kétségbe esett viadalt kezdett a földön fekve. A legbátrabb katonáknak alig sikerült lefegyverezni a béna óriást, kinek midőn roppant kezeit lebilincselék, hogy lábait bekötözhessék, láncaival tépte szét kötelékeit, s azzal még egy utolsó erőfeszítéssel ketté szakítá a kezére vert láncot, és meghalt. Bartolomei ez alatt, hogy az idő ne teljék munkanélkül, egy indiákról jött hajót fogott el. A hajó kapitánya Hill Jonathan,
Joviális fickó volt. A kalózok hívására leült velük reggelizni, az első pohár után tej és tulett valamennyivel, a második után felhívta őket pohárversenyre, fogadva, hogy ő valamennyit képes leinni. A nemes versenyzés alatt minden ivónak sorba kellett énekelni a maga nótáját. Hill Jonathannek 2-3 is volt. Énekeld el most te a magad nótáját, Bartlemy, szólt ez végre a kalóz vezérhez fordulva. Én nem tudok dalolni, felelt ez hidegen. Lej, pedig eltanulhattál volna egyet azok közül, amiket úton útfélen énekelnek rólad. Teszem föl azt, útra kelt a fehér galamb, utána a sötét öjű. Az egyik az én kedvesem, a másik a kalóz király. Bartlemy összeborzott. Hol hallottad te ezt a dalt? Ho-ho, öcsém! Egy gyönyörű szép lánykától, akihez hasonlóról a lelket sem álmodott soha. Kár, hogy már más szeretett. Szólj, mikor? Hol? Hely, regényes kaland volt az. Hispaniola partján horgonyoztam éppen, midőn a szentdomingói négerek föllázadtak. Huszad magammal voltam a parton édesvízért, midőn a távolból sikoltozást hallok. Gyerünk! Gyerünk, gyerünk, mondék társaimnak! Segítsünk, ha szükség van ránk! És puskáinkat ragadva rohantunk a zaj felé. Három leány jött a dombon alá, 300 négertől üldözve. A fekete gazemberek ujjongva rohantak utánuk, s mindig közelebb érték őket. A leánykák nem futhattak gyorsan, mert egy nagy karszékben öreg anyjukat hurcolták magukkal. Hajrá! Kiálték! Én ne hagyjuk őket elveszni, és egyszerre közéjük lövettem a fekete ördögöknek. Azok szétfutottak rögtön, és még ismét összeszedhették volna magukat, én és matrózaim nyalábra kaptuk a szegény üldözötteket, és árkon, bokron keresztül csónakainkhoz futottunk velük. Mondhatom, hogy az a szép kis leány az olyan könnyű volt, mint egy kis madárka. Elvittem volna ölemben a világ túlsó végéig. Beszélj tovább, suttogál Bartlemy alig érthető hangon. Ugye? Érdekel, hogy szép leányról van szó. Pedig emlékezett ám rólad is ez a szép leányka. De hogyan? Ő készíté rád ezt a dalt, mely neked nem igen hízelg. Volt neki valami kedvese, aki messzi útra távozott, szegényt mindig féltette tőled, és ahányszor imádkozott érte, mindig utána tevé, hogy Roberts Bartlemyt süllyesszel az Isten a mély tenger fenekére. Szegény leány, hát hogy szerette azt az eltávozott fiút? Minden hajóst megkérdezett, akivel csak összejöttünk, nem látták-e azt a gáját, melyen William elutazott? Nem beszéltek-e ő vele? Úgy fájt a szívem szegényét. Én elhagytam őt Dublinban. Nem tudom, rátalált-e már azóta kedvesére. Bartlemy lassanként elkábult e beszéd alatt. Ajkán elállt a lélegzet. Szemei meretten néztek maguk elé. Halálsápat arcán valami tébolyodott mosolygás vonult szét. Nézzétek! A kapitány megőrült. Hogy mosolyog?
suttogták a kalózok, elborzadtan kelve fel székeikről. – Mi lehet, öcsém? – kiáltá Hill, vállára ütve Robertsnek. Ez hirtelen összerendült az érintésre, és az arcán az őrült mosolygást, mély, bús melankólia váltá fel. Fölkelt az asztaltól, és megfogva Hill kezét, félrevonta őt magával. Karját karjába ölté, s a hajó orrába érve vele tompa, elelfulladó hangon mondta neki. Kapitány, ez a nap utolsó napja életemnek. Érzem, tudom, hogy ma el fogok veszni. Nem szükség kérdezned miért. Az az én bajom. A kalóznak is vannak babonái. A hajós előre tudja, hogy el fog veszni, ha a tengerrémmel találkozott. Az én lelkemnek is van íréme, ma találkoztam vele. Nem tudom, hogyan, mi által, de el fogok veszni. Az elfogott King Salomo fenekében 10 000 font sterling aranypor van elrejtve. Ha én el fogok veszni, ez aranyat vedd magadhoz, kárpótlásul, elrablott javaidért. Hill végigbámult a kalózon, s azzal visszament a többiekhez. A kapitányodok olyan részek, hogy azt se tudja már, mit beszél. Egy óra múlva a kalózok legnagyobb része az asztalok alatt hevert ittasan. Alig 2-3 ült még az asztal mellett, győzve a versenyt Jonathan úrral, midőn a kormányos kiáltása hangzék, vitorla jő, nagy vitorlák! E kiáltás néhányat kiózanít a kalózok közül, s akik föltápászkodva a jelentett hajó elé néztek, mindnyájan megismerték benne a múlt éjjel látott hajót. Valami névtelen ijegység fogott el mindenkit. Hirtelen fölrázták ittas társaikat mámoros álmaikból, s mutatták nekik a közelgő hajót, és siettek Robertszel tudatni a hírt. Roberts észrevevé arcaikon az ijedelmet, hidegvérrel mondta nekik. Ez bizonyosan a tegnapi portugál cukrász, ki a kopó elől fut, s a kikötőbe akarva menekülni két tűz közé hozza magát. Ez nem portugál cukorhajó, uram, szólt egy kalóz remekő hangon. Szolgáltam rajta, mielőtt hozzád átszöktem, jól ismerem. Ez a fecske. Nos, szólt megvető mosolyjal Roberts, és ha az volna, az én úri barátaim nem volnának elég merészek vele összetalálkozni. A hajón 120 ágyú van, s egyike ez a legjobb vitorlásoknak. Mind nem tesz semmit. Kik a kapitányai? Az egyik Ocsl Dávid, a másik Rolls. Rolls, ismétlé magában megdöbbenve Robert. Tehát mégis jól sejtettem. Föl, fiúk! Üssétek meg a dobot föl a zászlókkal! Feszítsétek ki a vitorlákat! Készüljetek a csatára! Nem kell félni! A harc istene velünk van! A rablók futottak fegyvereikért, a tüzérek ágyúikhoz álltak. Roberts kabinjába távozott vezéri öltönyét fölvendő. Nem sokára előjött ismét, fején széles karimájú kalap hosszú vörös tollal, melyet Rubin csat foglalt a szalaghoz. Drága kövekkel hímzett öltönyét becses perzsasál szorítá derékban át. Nyakába széles aranylánc volt vetve, melyről pompás gyémánt kereszt szikrázott. Övébe gyöngyökkel kirakott pisztolyok voltak dugva, úgy lépett elő, olyan büszkén, úgy fölékesítve, mint egy vőlegény, ki a mennyegzőjére indul.
A rablók szeme mind őrá volt irányozva. Mindenki azon a hitben élt, hogy ő előtte semmi sem lehetetlen. Bertelemáj odainté magához Mudit, s fülébe súgott. Vénbajtárs, nem sejted-e, hogy ez az óra nehezebb lesz mindazoknál, miket eddig keresztül éltünk? Erősen kell magunkat viselnünk. Megkísértjük teljes vitorlákkal elvágtatni az ellenség előtt. Elfogadjuk az ő ágyú lövéseit, és visszaadjuk. Ha leárbozoztak bennünket, akkor iparkodunk a partra menekülni. Ha ez nem sikerül, belefogózzunk az ellenségbe, s vele együtt a levegőbe röpítjük magunkat. Nagyon jól van, dörmögé a vén kalóz pipáját fogai közt tartva. Még egyet, Moody. Ha eltalálok esni, ragadjátok fel holttestemet, s vessétek a tengerbe. Ott, a tenger fenekén akarok feküdni. A kalóz rábillenté fejét, s rámor magá, jól van. Ezzel mindenki helyére állt. Roberts kivonta kardját, és nagybüszkén fölemelve fejét kiállta. Fel a horgonyokkal! A horgonyt felhúzták, a vitorlák kifeszültek. Mindkét hajó szélsebesen közeledett egymáshoz, lobogó zászlókkal. Amint egy vonalba értek, egyszerre nekifordultak egymásnak. A fecske először lőtt, 60 ágyú dördült meg egyszerre. A Royal Fortune kiállta a lövést, egy vitorláját sem veszti el miatta, és csak 3 kalóz esett el. Hajrá! Kiáltál Roberts, miénk az előny! És azzal 40 ágyúval visszaadta a lövést a fecskének, mely nagyot hajolt a dördülés után. Ekkor egy magányos pisztolylövés hallatszott a fecske fedélzetéről, és Roberts hanyat esett egy ágyúra holtan. A golyó éppen szívén ment keresztül. A kormányos Stephenson látta őt lerogyni, és nem véve észre rajta a sebet, rákiálta: ne feküdjél le, kapitány, hanem nézd bátran a veszély elé, s vívja, hogy férfihoz illik. E pillanatban magasan szökelt föl melléből a vér. Stephenson ezt látva kétségbe esetten ugrott le az emelvényről, odahagyva a kormányt, és vad ordítással veti magát Roberts testére, hangos zokogással kiáltva fel: meghalt. A veszélyes pillanatban megbénítán rablókat a vészkiáltás, névtelen ijegység fogta el szíveiket, ordítva rohantak a kapitány holttestéhez valamennyien. Moody jobbra-balra taszigálta őket, és a holttesthez érve azt fölkapta hirtelen, s a korláton keresztül belehajítá tengerbe. Roberts-el oda volt a kalózok lelke. Sem harcra, sem menekülésre nem gondoltak többé. Azon pillanatban gyáva önfeledéssel hányták el fegyvereiket, és megadták magukat. Senki nem tudta, hogy mit tegyen. Egy fejevett test, összerogytak önmagukban. Csupán Scudamore gondolt valamire. Megpillantá az ellenhajón Rose arcát, és kanócot ragadva futott le a lőport terembe. Annak ajtaja előtt Glasby Henryt találta kivont karddal. Hát te miért állsz itt, riadará? Hogy téged be ne bocsássalak, felelte Glasby, kitekerve a kanócot az orvos kezéből, és elgázolva azt. Hey, Esplant! Moody! Kiállt a Scudamore. Itt áruló van, segítsetek betörni a lőporkamrát.
Kiáltásaira zajt támadt a kalózok között. Egy része föl akarta vettetni a hajót, a másik ellenszegült. Glasby az alatt, míg a két fél egymással tusakodott, teleönteté vízzel a lőporos hordókat, s mire a kalózok hozzájutottak, nem tudták azokat többé fölrobbantani. Egy óra múlva minden harc nélkül el voltak fogva. Negyedik fejezet. A Sherlock habja ki van öntve, fenekén csak a sepreje van még. Töltsük ki azt is. Hill kapitány a csata alatt felkerekedett saját hajójával, s a rablók aranyát magához véve, szépen odább állt vele. Az elfogott kalózokat saját hajójukba zárva vitték a kepkorzóba vissza. Még e baleset sem bírta őket megtörni. A sebesültek nem engedték magukat bekötözni, letépték kötelékeiket, és ha bilincsre verték őket, leszoríták láncaikat a fájó, vérző sebekre, s úgy vesztek el átkozódva, nem békülve ki sem Istennel, sem emberrel. A többiek vad rablódalokat énekeltek, és gúnyos tréfáikkal bosszanták őreiket. Egy közülük kezében méregetve a kiszolgáltatott kenyéradagot, nevetve mondá, ti ki akartok bennünket száraztatni, hogy a kötelet megkíméljétek. E száraz kenyértől úgy megsoványodunk, hogy elfügghetünk bátran egy cérnaszálon. Párosával voltak összebirincselve egymáshoz. Egy közülük elkezdett imádkozni, énekelni. A másik, aki hozzá volt kötve, oldalba rúgta keménye. Mit akarsz ezzel elérni? Kérdi tőle. A mennyországot, felel Amasz kegyesen. Te! Te, a mennyországot! Rég átugrottad azt velünk együtt. Mi a pokolba evezünk. A kapitány az már ott vár minket. Mi is rangunkhoz illő módon fogunk ott föllépni, és amikor bevitorlázunk a pokol kikötőjébe, 13 lövéssel fogjuk őt üdvözölni. Hurrá, Bartolomei! A szegény megtérő bűnös nem szűnt meg énekelni és imádkozni társai átkozódása közepett, amíg azok egész komolysággal nem folyamodtak a hajós kapitányhoz, hogy mentse meg őket azon embertől, aki ordításaival a többiek jókedvét zavarja, és magát méltatlanná teszi ilyen jeles társaságra, vagy legalább vetesse el tőle a közrend fönntartása véget az imádságos könyvet. A kalózok legveszélyesebbjeit a fecskén tartották fogva. Köztük volt Moody és Esflant. Azok ott összebeszéltek, hogy egy éjszakán kitörve börtönükből legyilkolják mind a két kapitányt, és egy még hatalmasabb kalóz társulatot alakítanak. Egy közülük jónak látta magát megmenteni a többiek árán, és elárulá a tervet. Már akkor a rablóknak sikerült láncaikat lefűrészelni, és azon túl éjjel-nappal kell őket őriztetni. Scudamore a Royal Fortune-on hagyatott. Meg volt neki engedve, hogy szabadon járjon keljen, és a sebesült kalózokat ápolhassa, akik engedték magukat ápolni. Egy éjjel felbíztatá Scudamore a kalózokat, hogy az ő segélyével szabadítsák ki magukat, s inkább halljanak meg harcolva,
mint kivégeztetve. A kitörés pillanatában elárultatott az összeesküvés, és nehogy újra lehessen azt kezdeni, amint a kepkorzóba értek, rögtön összeült a hadbíróság, rövid úton elítélendő a kalózokat. Csak két osztályt kellett közöttük tenni. Egyikbe jutottak a főnökök, a másikba az alárendeltek. Amazok határoztak mindent, emezek csak teljesíték. Amazokat tréfásan elnevezték felső parlamentnek. A felső parlament dolga rosszul ütött ki. Halálra ítéltettek valamennyien, köztük Moody, a vénhajós, Asflant, Simpson, a nemes lord és Scudamore. Csupán egyet mentettek föl, Glasby Henryt. Nemesi ellenét már híréből ismerik, sokan köszönhették neki éltüket, vagyonukat. Sokszor menekülni akart a kalózok közül életkockáztatással, de mindannyiszor elfogták. A törvényszék szabadon bocsátta őt egészen, tehát végre mégis megláthatta menyasszonyát. A hírhedett kalózok elpusztulása széthangzott az egész világban. Sokan, igen, sokan siettek hálát adni az Istennek, hogy a rémtől megszabadítá világot. Három fiatal leányzó sorba járta dublini templomokat, hálaimákat susogva az éghez, hogy meghallgatá kérésüket, és a rettentő kalóz királyt a tengerfenekére juttatá, és utána tevék rebegve, és őrizd meg a mi kedvesünket, Williamet, és hozd őtet mi hozzánk vissza. Az ő kedvencük, Roberts Bartlemy, 100 ölnyi mélyvíz alatt feküdt korallok és tengeri csigák között.